Elütöttem egy. Kumpak, bízszak leesesget, itt sejvesz, ez köszi. Hat. Szép, de ott van még egy, nem? Balra fut le. Mekkora fejes kapott a jó is. Then. Ah! There it is. Oh, there it is. Oh, up! Oh, light him up! Light him up! There's the other one. Oh! Oh, oh. Can he connect? That's one. Oh, but he has no life left. Can he connect on his next shot? Oh! Look at that! Cross the team. Team kills. Just talking about. Sorry. Mit csinálhatok ezek? Jó, megvannak. Még egy. Hal. Oh my god. Egy hal. Kettő hal. Három hal. Az ég. Hattok még. Vannak. Hal. Hápém. Hal, Sanyika. Úristen! Létezik ilyen? Fut el! Merre, balra? Sziasztok, közben halli mindenkinek! Whoa! 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 Whoa!
van egy. Oh! Én lejöttem. Oh! Jó. Oh! 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 Nice blind! Na helyhó mindenkinek, szevasztok, itt is volnánk újra, mi újság, hogy vagytok, kinek hogy telik itt a hétvégéje. Tegnapi nap elég szuper napunk volt, végig vittük, ugye a megfordulati Twitch Rivals a második helyre behoztuk, az elég szuper volt, és akkor a mai nap pedig itt vagyunk szombaton egy kis lájtos 10:30-án, 10. órában 30. percben indult a stream. Amikor írtam be a menetrendet, hogy 10:30-án és 10:30-kor kezdtem, akkor így az elmosolyodtam egy picit, hogy jó, ez egy egész vicces kis ilyen szám történet. Na, akkor hát elméletileg egyetlen egy részt tudunk végigjátszani, de ez igazából nekünk teljesen jó, tehát pontosan tökéletesen, ennél többet én most nem is szeretnék, utána úgyis van még más dolgom. Például van még egy olyan dolgunk, hogy elméletben Valorantban egy új karakter meg fog jelenni hamarosan. Ahhoz most érdekes, most nem úgy csinálták, hogy játék lehetőséget biztosítanak nekünk, hanem képeket küldtek, meg videókat, és azokból a képekből és videókból kell majd nekünk egy videót csinálni. Tehát most ezt a streamet, hogyha majd lenyomom, akkor majd szerintem megcsinálom ezt a Valorantos új karakteres videót. Mert megnéztem, nagyjából átlátom, hogy mit tud, azért még megnézem róla. Van egy ilyen 40 perces én kérdezfelelek, abban is majd beletekergetek bele a hallgatók, hogy akkor pontosan hogyan működnek a képességeik, és akkor azt a hétvégét beütemzem, hogy jó legyen. És akkor utána, még marad időm, akkor még a Watch csatornával szeretnék egy picit foglalkozni, hogy ott is utolérjem magamat, mert hát tegnap a nap, mondom, olyan fáradt voltam, hogy véget ért a verseny, utána még emelték a többiekkel kellett volna PUBG scrimezni, csak az elmaradt, mert nem voltak jó csapatok, de hát konkrétan én ledöltem a kanapéra, egy picit elóztam, aztán meg bealudtam, tehát szóval olyan 2-kor keltem fel, hogy jó, akkor a kanapéról át kéne menni az ágyba, és most meg reggel itt vagyok, és nem volt rá időm, de majd most gyors egy kicsi stream, aztán egy kicsi Valorant videó, aztán meg a maradék időbe nyomatjuk a game-re, itt közben átváltunk, meg berakjuk magunkat a bal alsó sarokba. Tehát ja, nem egyszerű a sztori, de haladunk vele szépen, lassan, ahogy tudunk. Na nézzük! Szia Jankon, szia Robi, szia Feri, szia, hát nem a legjobban, tegnap túl forogtad az egyik egy kézállás, aztán a lábfejedet beütötted egy derékszöges fab, és annak a... Húj, mi hát akkor jobbulás neked. Na, folytatás, elméletileg...
Hát ezt most kihagyjuk, ott azt most kihagyjuk. Igen, ez itt egy... Ezt elfelejtettem, hogy itt van egy ilyen sztori. Erre csak... Megnézem, hogyha erre rámegyek, hogy ez a Kapitány Spirit ingyenes, akkor mi történik. Ezt most mennyi idő leszedni, vagy hogy az mennyire hosszú. Oké, hogy ingyenes. Várjátok, nem az Steam-et akarom installálni. Játsszuk végig. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Valószínűleg igen, itt ebbe a részbe derül neki a gyereknek, hogy lett képessége. Ilyet, ezt most nem terveztem bele, ez nem tudom, hogy mennyi idő. Mert az a baj, hogyha most ezt is végigviszem, meg végig akarom én ezt a második részt, akkor az pont annyi, hogy annyi már nem fér bele. Tehát most akkor én ezt lehet kiadjam, akkor inkább csak nyomjuk tovább ezt. Mindenképp tovább azt a részt most kiadjuk. Az egy plusz DLC. A kisrásznak a erejére, hogy találta. Bár nem, tehát hogy erősítette fel, gondolom, vagy hogy ismerte ki. Na, let's go. Tehát ez a Life is Strange 2-nek a második epizódja. Igen, ezek vagyunk mi? A farkasok. Testvérfarkasok egyedül maradtak, és egy új otthont kell keresnünk. Belekezdtünk az utazásba. Szia, Bazsi, Hali. Vándoroltunk jó sokat. Hát elég korán. Meg kellett ezt tanulniuk. Igen, ez volt az első helyszínünk. Hát annyira nem volt békés gyümölcsös ez a benzinkuta sztori. Igen. Igen, még ez is megvan. Barátságos medve segített nekünk. Ez amúgy milyen menő már, ezt tök jól megcsinálták. Ez jó. Igen, eléggé szuper farkas volt. Hát valószínűleg nem fognak, de legalább valóban eljutnak, valami cég van. Közben Jazz, nagyon szépen köszi, 9. hónapot ott is van. Megszületett a kisbarit, köszi. Let's go! Köszi, hogy itt vagy már 9 hónapja. Köszi szépen a támogatást. Igen, nem észlelték a mentési fájt, ez így van, és nem is fogják észlelni. De legalább rendesek, hogy szólnak nagyszüleinknek. Na, let's go. 2016, that's 1, Oregon. Nemzeti erdőben vagyunk most per pillanat. Kis mókuska. Itt van a kis cuki kutyánk, az nem is volt benne ebbe az izébe a részbe, az előzőbe, a rajzosba. Még egy kis állatkával is találkoztunk. Hát itt mondhatni jó így, mivel a nyomokat a hóba hagyja, így nagyon nem tudjuk elhagyni. Ezért annyira ne szaladgáljon előre. Vagy hátra. Hopika. Hopika. Egész jó. Szép munka. Let's try to lift something else. Not too heavy though. I'm a little tired. Jó. Akkor szépen lassan. Hát a kutyát biztos nem emeljük meg azért. Hát ne túl nehéz, egy szikla túloldalt elég nehéz. Szikla. Lőtér. Hisz, hogy lőtér. Hát a kutyát én nem akarnám. Not your usual shooting range, right?
Ja, hát azokat lehet, én nem látom, hogy ezeken vannak ilyen kis... Jó. Közben kösz, nagyon szépen köszi a 16. hónapod, neked is szép hétvégét. Köszi szépen neked is, Műsnek, hogy vagy, hogy halad a projekted. Köszi, köszi a támogatást neked is. Hát, akkor látszik csak a... De én a kutyát nem akarom megemelni. A kutyát... Szikla, szikla, egyik szikla nagyobb, mint a másik. Valahová el kéne menni, hogy ne a izét kelljen. Ez szikla, szikla. Az a baj, csak a kutyát kell majd, mert más nem jön be. Majd látom, más opció nincs, hát... Én nem akarom a kutyát megemelni. Hát ott van. Az volt a legkisebb szikla, mert az is nagyon... Hát ez a legkisebb szikla. Tehát ez is nagy. Hát, a, hát ez volt a... Ez volt a nehéz neki. Hát ez ugyanúgy nagy. Ködi a kacsi, bosszatok tegnap, nem mondod. Ez elég pró. Hát jó, ez... Én most ezt nem akarom, de más nem enged a játék. Csak a gombát lehet. De nem nagyon akarnám megemelni, de hát szikla, 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 tehát valószínűleg lesz a megoldás. Hát jó, ez most egy unlucky pillanat, ez most sajnos más nem tudok nyomni rá. Vagy ez csak ennyi? Ja, hogy néz. Ja. Hú, akkor jó, akkor csak meg kell nézni. Hát akkor mit? Mit csinálunk, ha valami más? Hát más nincsen. Akkor még csak három szikla van. Ne túl nehezet. A túloldalt 8 kilométerre a másik parton. Persze, ne túl nehezet. Hát. Hát ez most nem tudom, tehát... A kisgyerek azt mondta, hogy fáradt, ne túl nehezet, és... Nem értem. Please don't kill your teacher. Welcome to Telekinesis 101. Please don't kill your teacher. Emelésre kérni, hogy az E betűvel tudom emelésre kérni. Akkor mégiscsak a kutya lesz az. Na basszus. Már egy ilyen új feature bejött. Meg tudod nézni, meg emelésre kérni. Hát bocsi kutya, akkor mégiscsak téged kell, ne haragudj. Try and lift mushroom? Are you kidding? I don't want to hurt her. Yeah, yeah, you're probably right. Na. Igen, ez egy jó történet. Ja, akkor így viszont... Ja, akkor ezt is lehetett volna, igen, a dobozokat. Nézzük, így jók leszünk, igen. Oh! That's awesome, dude. You're getting way better at this. Alakul. Okay. Let's show Daniel some more stuff to play with before we call it a day. Tassunk meg neki pár játékot. Daniel is learning so fast. Na mi van, kuc-kuc? Wonder what the limits are. Kíváncsi, hogy mi a határja. Hát akkor nézzük meg, hogy a túloldali sziklával mit tud csinálni. Just one more time. We already tried yesterday and the day before. It's too far. I can't reach it. Just one more time. Csak próbáld meg. Fogadj, most már meg fog mozdulni. Nem, még nem. Még azért gyakorol. Még gyakorolni kell előtte párat. Hát akkor igazából sok opció nincsen. Akkor ezeket még itt végigkattingatjuk aztán. Valószínűleg akkor... Dobni? Oh, yeah! Just watch! Flutty. Easy. Oké, ez nagyon megy. Hát ezzel a nagy sziklával mit akarunk? Emelésnél, hát ez elég nagy. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Kutyát vidd hátrébb, nagy rá sem, mert biztos, hogy ki fogok égni, hogyha itt ilyeneket raknak bele. I'll try.
Orvérzés lesz, figyeld. Hopp. Nyomja neki. Hoppá, hoppá, hoppá. Hát az nem rossz azért. Megmozdult. Holy shit! I did it! Kemény. Let's go. Mission Curse, mi lett a mesnek a eredménye? Mennyire vertétek el Kodiékat? Vagy hány mes volt? Vagy ez hogy jött? Szia Fernando, hali hali. Áron edző vagyok. Erő edző. Na, hógolyót kell. El kell kapni. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool. Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise. Serious. You won't let me. Right? Try it. Na dobjuk. Hát itt kettő között így el lehet dobni. Akkor úgy látszik, a jobb kezével akarja, akkor nem jó, a bal kezére dobom, akkor inkább ide kell, hogy dobjam. Ready? Nem akarom rádobni, mert az előbb valamit mondott, hogy nem találjuk el. Hoppá! Visszahozta. Yes! Igen. Mióta megy? Kérlek szépen 23 percából, 8 perc volt az intro, tehát ennek a résznek még a legelején vagyunk. Tudjuk, hogy játszott el egy csapatba, nézzük, kivel tartják a pontokat is, 7-ből 6 meccset nyertünk, az elég pro. Very nice. GG. Most szép. Úgy értem. Úgy értem. Az jó. Az jó munka lehetett akkor. Na nézzük, szuperhíró. Akkor futunk tovább itt. Igen, menjünk vissza, véget értem mai napi. Kulacsokat feltölteni, és hol vannak a kulacsok? A kohót a köhög. Hát, biztos, hogy nincs jól. PUBG settings, ott egy picit el lett írva, Ferike. A parancs. Hallottam erre a Life is Strange True Colors-ből? Persze, azért játszok az egyjel, azt már végigjátszottam, meg a kettő, hogy azzal is tudjak játszani. Ez a terv. Ez a terv, hogy végigjátszani ezt is, a második részet, és akkor utána a harmadikkal is tudunk játszani. Az laza ez. Ez jó volt. Oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Say whatever the fuck you want. Mert ahogy láttam, igazából az egy meg a kettő nem függ össze, tehát akár a harmadikkal is lehetett volna játszanom egyből. Hát mivel vissza kell menni, azért nyomokba maradunk, nem megyünk el vándorolni. Szerint valamit talált itt a kutyus. Mit talált itt? Hey. It's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear or ugrat. Worse. What's worse than a bear in Anno? Ez egy ugrat. Look, Daniel. I think I saw that rabbit from the other day. It's trying to get home. Ooh. I want to see the bunny. Ó, basszus, ebből mi lesz? Sean, my hand. Oh, dude, your face. Sean, you suck. Come on, Daniel. That's it. I was just kidding around. Okay. Sean, the family that lived here. What do you think happened to them? Lett velük. Kiköltöztek, egyértelmű. Moved out. Ez valami csapda, ez. They left all their stuff behind. I don't know if I could. Got an animal anyway. I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here every 10 years. Maybe they got kind of these woods. Well, I'm glad they left.
This is our lair now. I just... Ez a mi adunk, hóember. I miss my friends. Megbeszél, mit beszélünk egy hóemberrel? Mi ez volt a két fő ógra? Hát nem úgy elég badass, jól néz ki. Oda eretető. Maggie. Nem is csak a Life is Strange Before the Storm-on játszottál. Hát igen. Ez a második része. Virágcserepek kanapé. Jó, hogy ez lett itt a mi spotunk? Rézik, ez lesz itt a mi spotunk. Nézzük, milyen spotunk lett itt. Hát... Nem a legjobb, de egynek jó. Profik vagyunk. Na nézzük, milyen... Dude, that cough doesn't sound too good. I'm okay. Ebből nem tudom, hogy mi lesz, de hát ez nem lesz nátha. Level up. És akkor mi lesz felírva ide? It's getting easier every day. Minden nappal egyre könnyebb, csak te meg egyre betegebb vagy. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Na nézzük, milyen szabályok vannak. Nem használtam az erőmet kint, vagy emberek között valószínű. Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Nem, mai szabályok azért. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean... With my power, I can help us. Hát... Only as a total last resort. Valószínű lesz valami. If there's any other way of helping... Ahol eszmet használnia kell, mint végső megoldás, jó. Maybe if I... had used it before... Dad might still... be here. Akkor még nem is tudta. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. But look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or something. Hey. Szépen lassan meg kell tanulnod kontrollálni, kezelni, aztán jó lesz. And it's not your fault. Hát ez a kölgés, ez nem tudom mi lesz, de valami dokit kell majd szerezni. I'm okay. Hát, ez sok mindenre utal, csak arra nem, hogy jó. She must be hungry. Egy jó, jó, ez a játék tetszik? Ja, nekem is nagyon tetszik. Nem mindig ilyesek, akkor... Milyen kajájuk lesz? Milyen kajájuk lesz most itt ez a kérdés? Before she eats us. Gomba párt, tűzszer, tűzgyújtás ide bentre. Jó idő legyen, ne fagyjunk szét. Kis papír alulra. Egy kis fa tetejére. Nincs meg egy újtója. Where did I put my lighter? Nincs meg egy újtó, egy újtót is kell keresni. Meg kell nézni, hogy hol a gyújtó. Mert ezt a táblát, ha megnézzük, november 10. Első. Igen, itt egy hét alatt meglebegtette ezt. Rá pár napra a leveleket.
november 25-re el megint 4 napra kisköveket, és most rá egy hétre meg már a nagy követ meg a izét is. Tehát itt még valószínű, de van egy hely, amire még valamit majd fel tudunk írni, hogy valamit tud csinálni. Kabátban nem maradt? Nem, nem maradt a kabát zsebbe. A tálat újra tölt. Hey, Shroom. You thirsty? Kis kutyusnak itóka. Igen, csak. Családi kép. Képeslap seprű, cigarettás doboz, abban lesz a gyújtó. Persze, a dohány az most annyira fontos, teljes mértékben a legfontosabb sztori. Régi telefon, törött keret. Tartály, pezsgő, fürdő, gyógyszer, vödör. Once you get used to squatting, it's not so bad. Ja, hogy úgy, ó. Oh. Pupi. Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Száradó ruhák, törölköző, törött ablak. Hát ez a gyújtó az valóban nagyon elbújt. Mi van ebben a szobában? Hát, sliding door is cool. This room is fucking cold, so. Az hideg. Táskába lesz akkor. Nem? Na várjál, gyújtó, 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 ez. Keresd meg az öngyújtódat. Hát itt minden van, de öngyújtó nincs. Ezek is vannak, azok is vannak. Gyújtó nincsen, azóta se. Keressük tovább. Öngyújtó itt van, elvesz. Time to get warm. Jó, az egyszer megvan. Mik vannak itt, belenézünk mindenbe egyszer. Igen, ott szeruzák. Régi rádió. Hete nem működik. Igen. Levél, ez milyen levél? Daniel doesn't need to see this. Ez kemény. No excuse not to binge read. Hát jó, itt végignyomogattunk mindent. Közben a kisrác az most itt a háttérben valamiket kraftolgat. Ja igen. Csinálja izét a móke, Daniel bunkere. Thanks, Hank. Dickhead. Oké, na akkor gyújtsuk be, aztán csináljunk valami kaját. Viszont, hogy mi lesz a kaja, azt nem találtam meg, tehát nem tudom, hogy ebben mi lesz. De valamit meg biztos ki tudunk venni valahonnan. Kérdés, hogy honnan is, mit. Mert ugye ott néztem a papíron, amivel felírta a dolgokat, hogy mit tanult, de már elég régóta itt vannak. Elég régóta itt vannak, tehát nem tudom, hogy milyen kaját tudnak keresni, megtalálni. 46 néző van, de senki nem ír. Hát azért, mert nézik a streamet és nem csetelnek. Ennyire egyszerű, de nyugodtan valószínű, ha kérdezel valamit, akkor fognak válaszolni. A főzésnek itt az ideje? Mit fogunk főzni? Étel, ja, itt vannak fönt. Konzervdoboz, konzerv, mindegyik ugyanaz. Hát, ahogy látom, mindegyik ugyan ízű. Tehát akkor let's go, vegyük el a legfelsőt. Better talk to Daniel after dinner. Most rúttan beszélünk, okés. Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay, okay. Csak az összes so lehetőség. Hát nem lehet egyszerű. I just want one slice of pizza. Jó kis szelet pizza. Na, ehhez kéne valami konzernyitó. Most az üres viszkis üveg, az miért van ott? Ezt most mivel nyitja ki? Help staying warm. Azt hittem, hogy tüsszentenem kell, de nem. De várjál, most azt kell, a kaját kellene...
can't believe how much Daniel's powers have improved over the last few. Megcsinálod ezt most? Nézd, mit nézünk rajta. Ezt kéne valahogy idehozni. Nézd. Mushroom clung to Daniel on the first nights, but now she loves her bed by the fire. High school feels so far away now. Ezek az évsúlyok, ez már elég rég volt. Most nem tudom, hogy hirtelen. Ah, itt neki is. Ja igen, a másik táskát is csak meg tudtuk ott nézni. Vannak a rajzok. Ugye ez a sztorit így röviden összefoglalja. Igen. Ez itt az új helyünk, most itt vagyunk. Itt vannak, hogy a közelben mik találhatóak. Igen, itt van az, hogy milyen kajáink maradtak, meg mit tudunk enni. Milyen konzervénk voltak. Fókusz, itt van a gyakorlás. Itt van egy kitépett lap, ott valami akkor nem tetszett neki. Szóval valószínűleg ez valami játék. Itt a... Hát a kutya? Vagy vere? Ez valami kis mini játék lehetett. Igen, itt elkapások. Jó. Szia, Maki! Mi újság, hogy vagy? Jó, nézzük. Mindig vagy ezt a kaját kéne megcsinálni. Áblám, mit kell megbeszélni? Dude, you'll be moving... cars around in no time if you keep improving like that. Autókat is mozgatni? Hát benne van. That'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. Daniel must have been pissed that day. Don't blame him. I wonder if there's anyone else like me. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Gözöm sincs, hogy most mit akarunk. Még egy... Jó, lehet, hogy két kaját akarunk levenni. Nem. Akkor mit akarunk itt a kajával? Gyógyszer. Igen. Hát ez lehet, hogy... Ilyen serpenyő kellett nekünk, és az itt van, csak azt az előbb nem láttam. Serpenyő. Jó, akkor így most már bele tudjuk rakni a kaját. Itt elkészítés, jó. Azt nem láttam, hogy nincs hozzánk ilyen. Hú, ez egy picit lehet, hogy közel jött a kameraképhez. Itt vannak is... Igen, te is kapsz belőle. Mindenki kap a kajából. Hát, úgy egész jó megoldás. Egész jó megoldás. Oké, ez itt majd mindjárt fel fog melegedni. Jó, szuper, addig gombát megsimogatjuk, hogy jobb legyen, mit tudunk neki tanítani. Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom, sit, girl. Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this, traitor. Okay. Jó, akkor ennek valószínűleg kell pár perc, hogy felmelegedjen. Akkor addig, nézzük, mi itt tudunk a játékkal. Nincs több elem lemerült. Ja, igen. Bögre. Kind of weird to use stranger stuff every day. Igenek dolgait használni. Hát ez biztos nem egyszerű történet. Jó, ez az apa fényképét kell majd megbeszélni. Akkor aztán még azóta se tudja ezért a sztorit, hogy mi történt pontosan. Hát ez nem lesz egyszerű ezt elmondani akkor neki. Hát akkor addig... Mindent megkattingatunk, de nagyjából minden már az átkattingattam. Plakátok, mit mond a plakátra. Arra nincsen semmi. Mit tudunk itt megvizsgálni itt a bunkerben? Mik vannak itt? Rajz. Mit? Hoppá. Ja, hogy ezt tépte ki magának. Amúgy, ja. Ezt tetszett annyira neki, hogy ezt kitépte. Akkor most már ezt is tudjuk. Igen, vízipisztolyt nem tudjuk, mert itt CD lejátszó.
Jól néz ki. És pedig régen ilyeneket használtunk. Rajztábla mi van ideírva. Daniel loves his brand new tablet. Watch out. Oké. Hát ennyi. Jó. Szerintem kész lesz a kaja. Mehetünk a kajához. Vagy most ezt kellene valami tányér? Vagy miből fogunk enni? Vagy hogy fogunk mi enni? Vagy két kanál? Okay. Dinner's ready. Jó, akkor azt nem tudjuk meg, azt majd ő valószínűleg készítette magának, akkor pörög a kaja. Let's go! Getting sick of ravioli. Hát egy hónapja ezt kéne ennem, én is rosszul lennék tőle. De jobb a semminél. It's better than nothing. I'm just tired of the same thing. Do you want it, mushroom? Érdekes tálalás. Jaj, itt van egyet kutyus. Hát... Bon appetit, mushroom. Man, she loves this stuff. Nem tudom, hogy mit fogunk még vele csinálni, de valami gyógyszert kéne kiszerezni. Hát most erre milyen gyógyszert szedsz? Sorry. Nem tudom. Nem lesz egyszerű történet. Közben lagulok. Két év, de gyorsan repül az idő. Bezony, 24 hónapnál tartunk. Nagyon szépen köszi a két éves támogatást. Köszi, hogy itt vagy, lagulok már ilyen régóta. Köszi, köszi. A könyveinél hagyott, de mit hagyott a könyveinél? Igen, itt nincsenek könyvei. Itt voltak könyvek. Nothing here. Nincs itt. Daniel, what did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. Sátrába van, jó. Hey, ho, Sanka fi. Izum, izum. Akkor újra benézünk ide a sátorba. Az rajz. Szevasz, kutyus! Nem lehet megsimizni. Nem kell mozgatni, pont látok tőle. Hát semmit. Shroom. I can't get mad at you. Stop being so damn cute. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. After all I've done for you, really? Shroom. Okay, mushroom. No, thank ez you. Az. Very nice. Szia, Mr. Andrew, hali, hali. Oké, és itt volt a térkép. Jó, szuper, nézzük. Appás beszélgetés. Na, ebből mi lesz? Ez nem lesz egyszerű történet? Hogy ezt hogy fogjuk neki elmondani, hogy mi lesz a reakciója? Igen, ez itt egy... What the? When did mother... Ja, ő is csak megszivatott engem. Hú, az egy picit én is most megijedtem, nem volt egyszerű. Ezt tetszett, ez jó egy-egy. Oké. Good job. Azta. You almost shit your pants. Of course I did, man. Térkép elhelyezése az asztalra. Szia, Marlboro Jack, hali-hali. Jó reggelt. Igen, minden jó, nem rékeltél ott. 11-15, az kellemes. Kis délelőtti ébredés, very nice. Ez fullos. Szia, Bence, neked is. Én tegnap a verseny után kidőltem, aztán én 8-kor korán keltem, aztán most intézzük a tennivalókat. Mai nap is egy kicsi stream, egy kicsi YouTube videó, egy kicsi videó csinálás, aztán meg este más program lesz. Szóval holnap este megint lesz majd stream. Gyógyszer kell neki, akkor megyünk, keresünk valami város, mondom, a közelbe. Ahonnan el tudnánk jutni, és akkor majd gyógyszert tudnánk szerezni. Mondjuk pénzünk nincs sok. Igen, ez az apás beszélgetés is majd itt jó lesz megvitatni.
What if they don't like me? Miért neked bennéne? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... for what mom did. Csak Bruno. Sure? Szia, szia. Na, hogyha lesz csak bajnok. Egy V3 azon már mindenkit. Durva volt ez a sakk, amit küldtél, ezt tetszett. I'm sure you guys will be best buds. Hát amúgy erre kíváncsi ezek a nagyszülőkkel, hogy fognak összespanolni, vagy egyáltalán hogy találják meg a nagyszülőket. Ez így van. Azt mondja, hogy lelkes, azt mondja. Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. Ja, hamarabb annál jobb. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Bli, este hogy nem mentek a PUBG versenyre? Hát egy, nem tudom, hogy milyen PUBG verseny. Kettő így adja magát, hogy ezért nem megyünk. Közben cucu, köszi a 34. hónapot, GG, ott is, hogy nyere 3000 év, let's go! Köszi, köszi! Jaj, de jó is volt tegnapi nap. Erőtök, ez most milyen kockás játék lesz. Marble Jack belinkelt valami ESL-es squad halloweeni kupát. Hát, több mint valószínű, hogy ESL-es verseny. Az azt is takarja magában, hogy 18 pluszos a verseny, de mindjárt megnézem. Igen, 18 pluszos verseny, box akkor nem indul, hát az már kiesik, és valószínű Jóci meg dolgozik, és nem ér rá. De ahogy látom, ez most október 30, az ma van, 5 körös, 5 meccs. Amúgy, egész korrekt kis díjazása van. Nem tudtam, hogy van ilyen verseny, de igazából ezt még akár jó is lehetett volna, csak senki sem tudott erről a versenyről. Amúgy Jocival meg tudtuk volna oldani, mert ő elméletileg, hát mondjuk pont melóból hazaérne, utána kéne indulni, vagy ez mikor kezdődik? Hát oké, lehet rá jelentkezni, de hát ha már más programom van, nem fogom a programot lemondani az utolsó pillanatban. Tehát estére nekem a programom van, aztán ha nem variálgatok. Ez kimarad nekünk. Na nézzük, dobni kell kockadobás, de mert ez ilyen játékszabályokat először, hogy ez volt, ez igen. Igen, a hajó 6, kapitány 5, legénység 4, ha már van hajót, kapitány és legénységet, csak is akkor használhatod az utolsó kockát, hogy zsákmányt szerez az a játékosnél, akinek a legnagyobb zsákmánya van 20 fölött. Oké, és nincs legénység kapitány nélkül, nincs kapitány hajó nélkül. Tehát kell dobni egy 4-est, 5-ös, 6-ost, és utána meg minél többet? Valami ilyesmi, nem? Na jó, kockadobás. Just need a 6, a 5, and a 4. Come on, I need a ship. 4-es, 5-ös van. 6-os nincs, jó. Okay. Give me a 6. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. Hajóként használ. Ezt hajóként használhatnánk, egy hatost, vagy dobjak inkább egy full újat, és ez meg lesz 4-5, nem tudom mi. Hát használjuk, igen, ez. Oké, okay, és akkor most dobunk még egyet, és akkor lesz a maradék. Na, úgy köszönöm Marble Jack, de az ilyen versenyeket sajnos jó lenne minél hamarabb tudnánk, az szuper lenne, de ez most pont lemaradt. I have a crew now. Jó, megvan mindenünk, és akkor most jön a zsákmány. 3, 2, 1, hát... Ez nem olyan sok, ezt lehet, hogy hamarabb kellett volna ezeket így lokkolni. Hát ez így elég leves rakomány lett ez. Better than nothing. Jó, hát mindjárt, most már tudom, hogy hogy kell játszani, mert... Az első részben is azért le lehetett volna lokkolgatni őket. Hát, de mindegy, most már tudom, hogy hogy fog működni. Amúgy ez jó játék, kis chilles. Nem egy túl bonyolult játék, jó kell dobni kockával. Szóval valószínűleg itt most el fog verni minket.
Két napig hirdették meg PUBG-n belül. Hát akkor csak minden miért úgyis késő lett volna, úgysem mentem volna rá, mert már van egy fix programom ma estére. Azt még nem afoltam volna ki. Tehát így is úgyis leves lett volna a két nap. Tehát annyira nem siették el akkor azt a versenypromóciót. Két napja osztották meg a PUBG-n belül is. Tehát ez így is úgyis leves lett volna már akkor. Hát ja, amíg box 18 év alatt így azért nem annyira egyszerű a sztori. Hát majd jövő február, márciustól már könnyebb lesz, mert akkor is 18 lesz, akkor nem lesznek ilyen dolgok. Na nézzük. Teljes a hajó. Hát igen, van egyszer egy... De most ezeket... Na ezt most nem értem, tehát miért nem tudom 4-est, 5-öst berakni oda, belokkolni? Mert ezt most jól lenne azokat beraknám a 4-est oda. Nem akarok játékszabályokat nézni, tudom, hogy hogy van. Előbb amúgy ott volt, 4-est berakhatnám ide, 5-öst oda. Egy először 6-os kell dobni, és akkor utána tudunk vissza fele menni. Szia, Gereben, hali-hali. Négyes, ötös, 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 négyes. Hát akkor ez leves, ebben semmi nem lesz most. You remember that time I beat Dad at chess? You mean we beat Dad? Yeah, you did help me distract them. I bet he would have liked this game. Ez jó kis gamma, igen, ez biztos tetszene neki. He was a great pirate. 6-5, neki nincs négyese. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. Igen. All right. Everyone on deck. Hát ez most nagyon el fog húzni. I need the score now. Pont. Pretty please. Tudom, mit valószínű, hogy el fogsz verni, ne izgulj. Tehát semmim nincsen. 6-6, ez nem rossz. GG a második helyez a Rivalson. Köszi, köszi, Gereben. Kemény volt, de... No biggie. Jól megoldottuk a többiekkel. Hát ott eléggé nyert. Ennyi? Két karika volt. Na, mit fog rárajzolni? Ugyanazt, amit valószínű, mi mondtunk volna neki. Bár nem hiszem, hogy azt belerakják a játékba, vagy hát nem tudom, hogy most mennyire akarnak el. Is that mushroom? Yes! I know I'm not as good as you, but... Nah, it's really cool, dude. Előbb ott volt egy matrica, de most már, amikor ott van át, ott már látszódik a kép, hogy mit rajzol. Hát... Jó, most egyszer elverem én, és akkor utána meg... I'm gonna beat you this time. Valahogy majd... So let's make it short. Okay. Ez akkor egy körös lesz. Jó. Mushrooms growing up so fast. Really? I don't see much difference. Hajó feltöltése, hajóként használ. De mi az, hogy hajó feltöltése? And smart. You're a smart girl. Right? Hogy az összeset berakja, ugye? Mert most 6-os, 5-ösöm, 4-esöm volt, oké. Akkor hozzáadjuk a zsákmányhoz ezt. Mert ez 6-os. Akkor most ahogy láttam, én fogom elverni, és akkor most dobhatok újat, azok nem kellenek. Got a full ship, and you just scored big now. Jó, hozzáad ez a zsákmányhoz. 6-os, 6-os, na és akkor ez is egy 6-os lesz. Dobunk egy utcsót. Now's the time for big numbers. 4-es, hát ez nem olyan rossz. 16 pont. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Na nézzük, ebben mi lesz. Egyet fog dobni. Your turn. Got a ship now. 6-6. Hajója van, más még nincs, oké? I need a captain. Come on. 6-6, oké. Hát akkor úgy leszik, hogy nyertünk. Nem lesz 5-ösen, 4-esen, 6. I don't wanna get a full ship. Ja. Come on. Easy win. GG. Okay. Let me throw now. Cool. Akkor mégis csak két körös lesz. Come on. I need a ship. Amíg nincs hajó, akkor addig nem...
Ja, igen, tehát a hatossal kell kezdeni. Van egy hajó, akkor tudod belerakni a többieket. Still no ship. Unlucky. Seriously? Stuck in a harbor. Too bad. Megint nincs hatos. Akkor nulla. Na én is nulláztam egyet. Jön, amikor marad a pontom ugyanaz. Ja, értem. Tehát itt ez csak növekedni tudna a pont. Hát mindegy, nullája van. Látjuk, hogy mit hoz ki belőle. Ott van. Hatos, ötös, négyes. Basszus. Hát akkor ő most vagy pont be fog előzni, vagy pont ugyanannyia lesz. Hát mondjuk egy négyes berakott, akkor két hatos kéne, hogy dobjon. Hát ezzel nem fog nyerni. Két hatos dob akkor. Hát az easy win, én nyertem. Akkor így neki van 7 pontja. 7 pontos lett, akkor 16-7-be én nyertem. Ugye? És az utolsó pár napban nem volt nézni adásokat, szóval majd mindent vissza kell nézni. Hát minden is ott lesz, aki a VOD csatornán vissza tudsz majd mindent nézni. Amint lesz idő, tudod pótolni itt a dolgokat. Valami jobban? Tehát már 16 pontunk van, és mi vezetünk. 6-os, 5-ös, 4-es megvan minden. Most viszont nagyon el fogunk húzni. Az 5-ös, 5-öst igazából berakhatjuk, hát mert így is nagyon vezetek, tehát... Annál nekem nem nagyon kell jobb. 3-asból megdobunk, mit tudom, egy 6-ost. Úgyis van két dobásunk. Hát a 2-es az nem lett nagy, és most dobunk egy 6-ost, ez jó lesz. 5-ös. 15. Very nice. Na, így most már hát ezt nem hiszem, hogy utoléri. Plusz 15-öt hozzá, hát very nice. 31. Oké? So, let's do another one? Na, most már nem kezdünk bele még egybe. Későre jár, meg kell beszélnünk. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. Ajaj. Ki akar menni, vagy lát valamit? Okay, okay. I'll take her out for a walk. De még nem beszélték meg a témát. You're going to smoke. Smells like ass. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. Ajaj. Alright, alright. Jó, utolsó mondatok, mindent megtehetnek, valami lesz. Valami lesz. A szajtot becsukatnád, hogy ne fagyjon szét azért a tesód. Kár, hogy nem lehet neki mondani, hogy ne cigizzem. Talában most mondom, van cigije. Nem sötét a játék nektek egy picit? Most a streamen nézve. Nyugat. Streamet nézve picit sötétnek néz ki a sztori. Nálam azért mondtam, hogy sokan világosabb. Világosabbra vegyem nektek? Vagy nem vészes pont, jó? Csillagok odafent, chill. Kutya az elintézte a mosdót, és akkor most mi lesz ebből? Szerintem még mivel utcsó éjszaka valami lesz. Még valami lesz itt utcsó éjszaka. Szerinted jó? Akkor marad így, jó, köszi. Meg most úgyis csak ez az egy esti rész, hanem úgy világos szokott lenni. Hangulatos, chilles, amúgy, ja? Abban mondjuk igazad van. Csak így ránéztem, én meg lehet, hogy túl nagy kontraszt vagyok, hogy ilyen világos vagyok a játékhoz képest. Arra a kőről most mi teszed be? Vagy én is te is megpróbáld megemelni, vagy mi? Figyeld így. Rányúl. Nekünk nem lesz semmi erőnk, gondolom. Nice try. Nem baj. Tesódnak van. Life is Strange 2, epizód 2, szabályok, rules. Az volt a kis intro, és akkor most lesz ugye az, hogy egyből útnak is indulunk. De még most így szóval meg kéne beszélnünk ezt a apás sztorit. Csak már bealudt, tehát most már nem tudunk vele beszélni, akkor megint skippeljük. Tehát akkor elég régóta skippeljük azt, hogy elmeséljük neki.
De hát mondjuk az előző részt... Mert amúgy már kiderült, akkor nem tudom, hogy mit kell megbeszélni. Akkor nem vágom, mert az előző részben már kiderült, amikor tudjátok, ott a szállodában voltunk, és ott ugye... A tévéből megtudta. Akkor mit akarunk vele megbeszélni? Nem tudom, na majd kiderül, megnézzük. Na, itt az egy. Gyertyákat fújd el. Tűz az maradhat. Aztán csicsi. Szia Murawski, Bláj, nem unnalmas a sztori? Mármint ennek a játéknak a sztoria, vagy a sztori játék? Mire gondolsz? Nem vagy te ehhez hozzászokva? Hát van olyan játék, ahol unalmas a játéknak a sztoria, meg a Duma is, és néha skippelem, vagy skippelném. Ebben a játékban viszont nem nagyon érzem úgy, hogy rossz lenne. Ez a játék tetszik. Ez a játék tetszik. Lehet, hogy itt a tesó sztori miatt. Alapvetően a sztori game... A sztori game-re kérdezed, akkor van olyan, ami unalmas. És... skippelgettem, viszont meg akartam nézni, hogy milyen, így meg tudtam nektek is mutatni, és akkor abból elég volt egy játék, és utána nem játszok vele többet, de van olyan, amivel egyet játszok, és annyira, hogy nem tudom abba hagyni, és akkor azt végigjátszom. Tehát van unalmas story game, meg van olyan story game, amit tetszik, és élvezem. Tehát amúgy eléggé változó, ilyen, hát nem 50-50, de mondjuk de 50-50, mert van, ami tetszik, van, ami nem tetszik, de ja. Van olyan gém, ami jó. Nem tudja összerakni, valószínűleg sátrat fogadjunk. A kutya meg közben nagyon ki akar menni. A kutyát ezt nem engedjük ki még. Erre. Az a baj, kiengedem, akkor el fogják vinni. Vagy nem viszik el? Okos a kutya, visszatalál? Hát, bízom benne, hogy visszatalál és nem fog elszökni. Na, hogy ennek itt fent olyan ikon jöjjön be, hogy van... Most miért tolt? Remélem nem ezt itt senki, hogy akkor gyorsan végezzünk itt a dolgokkal. Mit nem tud összerakni? Hát majd az én táskámba berakjuk, nyugi-bugi. Murawski, te csak a múlt játékkal szoktál játszani? Te nem játszol? Te semmi sztori játékkal? Mert simán tudnak mondani neked egy párat, amit ha kipróbálsz, lehet, hogy meg fog változni a véleményed róla. Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry, your super strong big brother can help. Rekjük a mi táskánkba a cuccokat. Csak a Valorant és a LOL. Hát igen. Amúgy én is így kezdtem, én a stream miatt kezdtem a sztori játékokkal játszani. Hát én konkrétan pont csütörtökön. Still peeing, I guess? Ajaj. Erre mindjárt mesélek. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Jó, hát remélem nem lesz itt bajuk, hogy itt kimennek, aztán eltűnt a kutya meg valami. Necces a sztori. Na mindegy, most van idő mesélni. Tehát pont csütörtökön a Unibe csatornán voltam streamen, és ott pont azt meséltem el, volt egy ilyen én sztorim történet, hogy ahogy én elkezdtem a streamelés 4-5 éve, azóta mi minden változott, és mit próbáltam ki, mit csináltam, és hogy haladt a történet. És ott pont ezeket néztem meg, hogy mi volt az első sztori játék, amivel játszottam. Ura csak újra töltése. Let's go. És amúgy, tehát ugye abból ott azért tudok bőven ajánlatni neked dolgokat. Hogyha van PS-ed, akkor a God of War az biztos, hogy tetszene neked. Akkor már nem is kell PS hozzá. Van a Detroit Became Human, az is egy tök jó játék. Akkor ha most ugye mondtad, hogy szereted miket írtál, hol van Valorant és a LoL, tehát hogyha Valorantot azt szereted, akkor ugye valószínűleg az FPS játékok is tetszenek valamennyire, akkor ott a kodos story game-ek is tök jók. Tehát amúgy azért van bűvem, amikkel el lehet lenni. Jó, táska itt van, azt nem lehet hozni, plakát, oké, én táskámat kapjuk fel, aztán let's go. Kulacsok berakása. Igen, azt nem már a kulacsokat elrakni. Oké, all done. Jó, még tesódnak van. Where the hell is he? Ajjaj, lehet nem kellett volna kiengedni a kutyát? Basszus tűzhely, azzal nem tudunk semmit csinálni. Miért engedtük ki a kutyát? Na. Daniel! Francba. Hey, you out here? Hát akkor nyomokat kell követni. Na, nesze neked kiengeded a kutyát, nem lett volna szabad. Daniel! Hát három irányban van nyom. Na, Maki, azért az kemény. Örülök neki. Királyság.
Szerintem, mivel a dupla lábnyomot kell nézni, mert ugye az egyes lábnyom a kutya. A kutya az meg ugye fel alá szaladgál, a dupla lábnyom lesz ugye az ember. És akkor itt hát az ott kutya. Valószínű kiment a szokásos helyre, megpróbálom mi követ emelni szerintem. Jó, bízom benne, hogy itt erre jött. Várjál. Sajnálatlan hívhatod. Nyomva tartod a kút. Daniel? Where are you? Te erre fölfele jött volna? Talán ott mondjuk eléggé sok történet volt, lábnyomocska. Mindegy, jövünk erre. Micsoda? What the fuck happened here? Ja, valószínűleg tüsszentette egyet, és az ez az ő orra lesz. What the fuck happened here? Nézzük, alapvetően az előző héten a te YouTube csatornádon éltem, nézegettem a tartalmakat, és határoztam, hogy azt a 25 colos Alienware-t megveszed. Problematika, hogy nem tudod eladni a LG 4K monitorod, nagyon megvan halva a monitorpiac. Hát hol próbálod eladni? Facebook Marketplace, aztán ott van a Discordon, a egyik szobába, tech szobába is berakhatod, akár egy eladó monitorod, ott van a Hardware Pro, még nem tudom én használt cuccokat, még hol lehet eladni, de simán lehet, hogy egy picit próbálkozol még vele, és jó lesz. Mi vár el? A kutya is hagyta a kendőjét. Most a kutya... Ajjaj! Hát mondjuk akkor Murawski mindent hol használsz, nem tudom, olyan monitort akarnak még eladni rajtad kívül, hogy lehet, hogy picit lentebb kéne árazod magad, és akkor lehet hamarabb megveszik, mert csak türelmesen vársz egy hetet, aztán lehet, hogy jó lesz. Hát most a kutya vérzik, vagy az orrunk vérzik, amint a tesónak, vagy mi lesz itt? Farkas! Nem is farkas, de basszus, miért engedtem ki? Basszus. Miért engedtük ki a kutyát? Jaj. Az az ikonjelző, hogy használja. Unlucky. Ez nagyon unlucky. Miért engedtük ki, basszus? Hát én mondjuk erre nem gondoltam volna, hogy el fog izélni. Hát mondjuk akárval is mehetett volna arra a kis időre. Basszus. Miért raknak be ilyeneket a játékba? Hát mondjuk akár gondoltam is volna rá, hogy nem lesz ennek jó vég, és nem kéne kiengedni, de hát... ez szomorú. Szomorú. Sorry, nem kellett volna kiengedni, de hát ezen esetben sem tudok változtatni. Rép kutyus. Pedig jó volt. Jó voltak a kutyás kis cuki sztorik, de ez így most duplán szed. Mert én most a tesó is haragudni fog rám, kutyánk sincs, még több idő, ketten, nincs más, ami elterélni a kis figyelmét. Igen, ez így most azért picit elnyomja a hangulatot. Nem tudtad volna nem kiengedni? Ja jó, akkor legalább ez megnyugtat, hogy nem lett volna más választás. Szuper, köszi Tomi. Ez most azért picit megnyugtat, hogy mindenképp ez lett volna itt a vége. Szia robotharcos, hali-hali. Nem tudtam volna nem kiengedni, de az mi lett volna, hogy nem tudtam volna addig oda menni a sráchoz? Mert ő is mondta volna, vagy ő engedte volna ki a kutyát, vagy mi lett volna? Vagy ez... ennek sem értelme? Hát azért van. Well, unless you wanna say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember running through the snow with you, and how you
Ez jó, azt cuki lehetett, amikor esténként oda bújt hozzá. Ösztönből támadott a kutyára, úgyhogy még jó, hogy nem ölték meg az erővel. Hogy öltétek. Igen, nem bántunk állatokat. Good girl. Rest in peace. Rest in peace. Sean, do you think she's up in heaven? Biztos, biztos. Hey. Hát igen, biztos, hogy ott van fönt, yeah. Igen. I'm sure he will look after her. Mert ezt a megbeszélni sztorit nem értem, hogy ott milyen megbeszélés volt. Don't worry, Anna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Kutya allergia. Okay. Let's go. We should go. It's getting late. Okay. Szomorú szombat. Hát igen, nem egy vidám játék, az biztos, de... De kell ilyen story game is. Amúgy, hogy őszintén legyek, még nem is azt mondom, hogy... erre keep out... Wolf Sins, egy farkasok vannak bent. Tehát nekem is jó amúgy ilyen kis kikapcsolódásként más játékkal játszani, nem mindig csak PUBG, tehát tök jó. Tök jó. Meg hát új játékot tudok bemutatni. Nektek is, ha valaki nem látta. Nekem is tök jó. Én is kíváncsi vagyok ezekre. Úgy is kaptam még tegnap e-mailbe két új játékot, azokat is majd valamikor ki kell próbálnom, tehát... Itt nem fogunk unatkozni, itt azért van bőven teendő, csak időm a kevés, hogy nem tudok ennyi időt streamelni, mert akkor meg a többi tennivalóm nem halad. De nem baj. Most így délelőtt is felkeltem korán, délelőtt is toltam egy tolom most ezt a kicsi streamet, tehát a több kicsi még mindig jobb, mint a semmi. Tehát minden nap egy kicsi stream, aztán egyszer majd csak... Hát mondjuk utolérni nem fogom soha magam. Szerintem, tehát mindig annyi újdonság lesz, hogy egyszerűen, tehát ez egy ilyen élet stílus, meg ciklus, hogy sok a tennivalód, és ezt így fel kell tudnod dolgozni, hogy sose fogod utolérni magad, és hogy mindig is lesz mit csinálnod. Csak ezt balanszba kell tartani, hogy jó legyen. Nézzük, elindultunk a térkép szerint ugye a városban a nagyszülők fele, aztán hát kíváncsi vagyok, hogy merre fogunk el tévedni, vagy nem tévedni. Itt nagyon turista jelzések nincsenek. Tehát tegnap vacsira vacsiztunk, azt a pár kaját valószínű hozzuk magunkkal tovább. Hát itt a bogyókat nem tudom mennyire fogjuk enni a bokrokról. Vízünk az nem sok van. Beszélgetni nem beszélgetünk. Itt valószínű valami zene lenne amúgy, csak ugye a copyrightos streames zene cucc, az ki van kapcsolva, azért van most itt csönd, de itt amúgy valószínű valami zene lenne. Csak ugye itt meg ki lehet kapcsolni, hogy ilyen a jobb édett zenék ne legyenek benne. Tehát itt valószínű azért van most ilyen csönd, mert itt valami szép muzsika menne a háttérbe. Halak. Nem hiszem, hogy halakat fogunk fogni ízével bottal szurkálgatni. De fura, igen. Hát amúgy hát... Nem tudom, hogy tudnák azt megcsinálni, hogy akik ezt ugye kikapcsolják ezt, hogy ilyenkor a zene ne legyen bent, akkor egy másik zenét oda berakni. Hát valószínűleg akkor még nem gondoltak erre, hogy ebből a probléma lesz. Ugye ez a játék, ez már nem egy mai játék. Hát több, mint valószínű, igen. Mert azt tudom, hogy a Galaxis őrzőjében is van olyan rész, ami jogvédett zenés, de azt, ha ki tudod kapcsolni, ott van másik zene alatt olyankor, ami ugye... Hát de cuki, ez a kutyus ott a táskán. A Galaxis őrző is jó játék, azzal is kéne majd játszani, amikor azt is be kéne fejezni. Például az is egy olyan játék volt, hogy elkezdtem, nagyon tetszett, ezért azt végig fogom játszani, de van olyan játék, például az a Yakuza-s, amivel játszottam, a Lost Judgment, hogy hát nem azt mondom, hogy rossz, mert amúgy tetszik, csak annyira hosszú és annyira sok mindent lehet benne csinálni, hogy azzal nem tudok játszani, tehát azt is simán végig lehetne játszani, csak azt teljes mértékben nem fér bele nekem, mert én ugye nem ilyen variety streamer vagyok, legalábbis én nem mondanám magam annak. Tehát azt egyszer kipróbáltam, bemutattam nektek, tök jó, az alapján el tudjátok dönteni, hogy kell-e nektek, ezt meg szeretnétek-e venni, akartok-e belejátszani, de például az nekem már nem fér bele, hogy azt is végigjátszam. Pedig nagyon jó kezdenék, igen,
A Life is Strange nagyon jók a zenéi. Az egybe nem is kapcsoltam ki őket véletlen. Még jó, hogy a Twitch nem tiltotta le nekem, mert a YouTube az letiltotta egyből. Hát most a Twitch letiltotta volna nekem, az amúgy szomorú lenne, mert azért nem akarok egy játék miatt Twitch csatorna nélkül maradni, tehát én ezzel nem kockáztatok. Az, hogy most a YouTube letiltja, az nem érdekel, de a Twitch csatornám azért egy fokkal ennél fontosabb, tehát ja. Hát Twitch streamereknek ezekre figyelni kell, aztán én nem kockáztatok, én minden zenébe ezt a zenét le is húzom szinte nullára, tehát oké, hogy most itt volt egy 4 perc csönd, és a játék élményéhez sokat hozzáadna, de egy 5 éves karrieredet nem fogod egy zene miatt kockáztatni. De amúgy YouTube-on szoktam hallgatni Life is Strange-es soundtrack-eket. Ilyen szomorú, chill-es, amikor az embernek olyan kedve, meg hangulata van, tök jó őket hallgatni, tehát amúgy ilyen kis nyugis, nagyon jók amúgy a zenék. Mi ma megyünk nagyszülőkhez, 6 órás az út oda, csak ugye most lesz halottak napja, és nagyon kérdezt, és elunytrok van ott leteltem. Tehát igen, ez most egy ilyen időszak sajnos. Nekem is kellene menni Mátrába, papához, de most én sajnos nem tudok menni, tehát én majd csak itthon fogok majd egy gyertyát gyújtani neki. Szia Minion, hali-hali. We made it, Daniel. És eljutottak ide. Kérdés, hogy kik lesznek itt. Tudod, hogy mi copyright a zene, vagy mindent lehúzol? Hát alapesetben, amelyik játékokhoz kapok kódot, ott üzenetbe írják, hogy ebbe van copyright a zene, és hogy vegyem le. Más játékkal meg nagyon nem játszok, amelyhez nem kapok kódot, tehát nem sok olyan játék van, amit én veszek meg, mert hogy nagyon tetszik. Általában kapok mindenhez kódot, amik új játékok, most már hál' Isten, és ott ugye leírásban benne van, de amúgy meg lehúzok mindent. Nézzük, csengetni tudok, más opció nincs, tehát akkor csengetünk. Hát boldog karácsony, meglepi, megjöttünk egy 3 hónapos túrába. Igen, amúgy korrekt, hogy már erre figyelnek a játékkészítők, a streamerekre, erre figyelve, hogy meg külön e-mailben a kód mellé küldik, hogy van benne copyrightos zene, és hogy kapcsoljátok ki, tehát nagyon jó arcok, hogy figyelmeztetnek. Hát egyszer csöngettünk, valószínűleg hajnal van, várni kell, mert aludtak. Hát amúgy az a lámpa az felkapcsolódott, tehát majd valaki jön. Nem felismernek minket? Mármint engem. Hello, Claire. Sean? Oh my, is that Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Szegény pára. Yeah, but... Szegény pára. Illetve fordítva, hogy szegény pára. Nézd, hogy szegény pára. Szegény pára. Biztos beteg. Hát egy pár hónapja köhögcsi a szegényke, igen. Na nézzük. Hát kíváncsi vagyok, hogy itt meddig tudunk maradni, vagy itt mi lesz a szál. Rosszul innen is tovább kell majd mennünk. Itt is lesz majd valami. Kérdés, hogy mi? Hát amúgy itt is meg mindjárt karácsony van. 2 nap és már itt vagyunk novembernél, basszus. Gyorsan elröpent ez az év is. 2024. Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. Persze. You were lucky. Hogy figyeljek rá, ne haragudj. Steven, may I talk to you for a second? Na, mi lesz? Mit beszélnek? Hát csak itt maradhatunk egy kis pillanatra. For... It's good to be inside. Finally. I just hope they let us stay the night. I don't know, hallgatózok közben most. Maybe we should call Gus. Fuck. Did I make a mistake coming here? Really wanna involve
Shit. I'm so hungry, my belly hurts. I remember that. I think it used to be in the living room. Murder. I know. What if Sean is guilty? Sleeping in our home. Hát, meg el sem mondom a sztorit, hogy mi történt, de már bűnöseknek izélnek. Nem tudom, hogy mi lesz ebben. Egyszerűbb lenne, ha megkérdeznék, hogy mi történt, mint hogy itt sugdolóznak háttérben, úgyhogy hallunk mindent. What happened? Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide and for assault and robbery in a gas station. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? I don't know. I swear I don't. Too much happened and I'm trying to figure it out, but all I know is that he shot Dad. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? Hát most elmondjuk nekik. Család. Hey. It didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. Ez így van. I tried. Mi a hosszú távú megoldás? Mondj egy példát. But I can't do everything. So, what are your plans? Elmondjuk nekik, vagy ne? Hát, talán nem köpnek be, jó utolsó mondatok. Go down to Mexico, to Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, because? Steven. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we wanna prove it, okay? Seriously? Akkor viszont ez kedves. Really nice, Steven. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy.
we can stay? Milyen kis pólója van. Ooh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. Jó pár hónap at least után. Until Daniel's better. We'll see what happens next. Ja, most már legalább mosolyog, nem kölyök csinálni végig. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Már reggel iszem, köszönöm, nem vagyok és. Jó, hát eddig egész chillest. De még csak most vagyunk ennek a résznek a felénél, tehát még azért itt reggel még valami történni fog. Még itt még ugye az éjszaka is itt van, a szobát felkutatni. Reggel meg hát, nem tudom, hogy már fognak-e látni minket, vagy most itt kéne bent valahol majd bujkálni. Superwolf. Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Nyomi kaja. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Thanks, Grandma. Good. Your temperature's down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like... You mean that's cause me. Right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. The ceiling. Azt hiszi, hogy az imádságból valami jó lesz, akkor nyomja, de... Just follow my lead. Most azt mondom, hogy oké, okay, de... Sure. Szerintem ez sokat nem ér. Can you ask the blessed dad? And Sean? Ne nyomják. And Mushroom. And you and Grandpa. And, Nem Tomi, azt most reggel dobta be, hogy azzal is kéne játszani, ha akarok, de azt skippeltem azt a részt most. Mai nap én ezt a második részt terveztem, mert tudtam, hogy kb. 3 óra végigjátszani, csak 3 órán van. És most azt bedobta, most az a baj, azt is végigjátszom. Az nem fért volna bele, hogy akkor ezt befejezzem, tehát most azt ki kellett, hogy hagyjam. Igen, az az elő sztoria lett volna a kisrácnak elméletileg. Lehet már ezt bepótoljuk, vagy nem tudom, hogy most mennyire fontos az a rész. Amen. Hát ja, lehet, hogy valami lesz, ami reflektál arra a kis DLC részre. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. Persze, hogy szükségünk van rá. Nincsen durulás. A kicsi az biztos fog valamit izé póvereskedni. Oh, and... Köszi még egyszer. Tudtam ezt mondjam. Good night, Grandma. Ja, az erőt biztos, hogy le fogja buktatni, hogy ilyen ereje van, az biztos meg kell beszélni, aztán mondják, hogy akkor nem maradhattok itt. Nem tudom, hogy mi lesz. De valami durvasággal kell, hogy ezt is zárni majd. De még másfél óra van szerintem a játékban. Plus you don't smell anymore. Te se. Jó ét, te sok. Claire seems pretty caring. And nice. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. Hát egy ideig rendben lesztek, azt tuti. Amíg nem csináltak semmi feltűnőt. You'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Megnézhetjük volna, persze, Pityu. Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Nem egyszerű, azt tudom. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering...
How do you do it? I don't know. I concentrate and it just happens. So... Fine. Makes you feel strong? Like, special and mighty? I don't think that. I don't know how I feel. Why are you asking? Never mind. Just curious. Most szomorúainak nincsen. I asked anything. Anyway. Good night. Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Igen, tehát itt ezzel a gyerek bukott le, hogy valami olyan történik, hogy valamiért bepipul, aztán valamit csinál, aztán picit itt átrendezi a dolgokat. Hát én erre tudok gondolni, hogy valami ilyesmi lesz, csak nem tudom, hogy mi az, amitől itt fel tudnák húzni. Hát lehet, hogy az apjukra valami rosszat mondanának a szülők, vagy nem tudom. Nem tudom, de hát ez hamarosan kiderül, valami úgy is lesz. Úgyse maradhatnak itt végig. Ha! Ajaj. Ajaj, lehet, hogy sunyiba kint a kertbe nyomatja izé hóember építés, vagy kövek mozgatását. Kintről meg a, vagy bentről meg a nagyszülők ezt látják. Hát valami ilyesmi. Hát kutya nincs, mert nem azzal játszik, nem tudom mit nevetgél. De valamit nevetgél, de nem itt van. I could sleep all day long in this bed. But I'm way too hungry. Wonder if Brody noticed his hula girl was missing. Hát neki lehetne írni amúgy, hogy vele mi van amúgy. This is pretty good so far. Ja, vonattal játszanak valószínűleg. Elhoztuk a kendőt. That's cool, Claire dug this up for us. That's such a baller. Tényleg igen, a vonat modell lesz az igen. Kendő. Man. I miss that dirty little dog. Szegény kutyus. So much more than I don't even know how Beaver Creek looks like. We're not allowed to get out. Jó, még van ruhák. Claire wanted to throw her clothes away, but we convinced her that with some sewing and cleaning, it would be enough. Még jó, hogy ide ránéztem, és nem izébe boxerba mentünk ki. Bár mondjuk hát otthon megcsinálja az ember, de másnál vendégségben azért annyira nem feltétlen. Illendő, dobókockák, meg van mind. Mi ez jó játék? Nem egy extrém bonyolult fülvédő. Thanks, Claire, but picit csajos, de... I will never wear these things. Hát, ha vázik a fület, hidd el felvennéd, nem számítana. Űrjáték. Yep. Daniel knows how to milk grandma for toys. Good. Fakockák. He deserves to be spoiled. Az a víz, az kiborult, jaj. Igen, itt ezeket elhozta. Űrbukvár. Krokodiszk. Ezt a vizet, ezt nem tudod feltakarítani? Nem. Pizsama. Ágyat visszarendezni, nincs olyan opcióm. Nincs ágy. Megcsinálás, akkor az marad így. Hátizsák. Egy hónapot túléltek odakint, ja, az kemény. Hát van itt minden. Jó. Menjünk ki a vonatokhoz. Ó, de menő, kis izé van. Azt a deja néz ki. Sean, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. Ez ér elég menő, makett. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. Jó kis hobbi ez, megcsinálni egy egész ilyen placot. Better hit the kitchen quick. Claire's waiting for us. A konyhába sietni, akkor let's go a konyhába.
Szevasztok, megérkeztünk a reggelihez. Reggeli, ez csatlakozás, nem lesz a reggeli. Valami palacsinta, vagy mi az? Nem palacsinta, mi a neve? Nem a gofri, vagy ez a gofri? Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. Gofri palacsinta szerű. I love how they're getting along. Meg narancslé. De magámmal eszitek? Kell segítség? Segítünk. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. És az valami szósz lesz hozzá? Csoki öntet? We had an express delivery with the passengers, but the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, chief. Choo-choo! Choo-choo. This is... Ez rántotta lesz. Ajaj. He can fix his trains, but not my kitchen. De várják, ez rántotta, meg mi volt ez ott az asszony? Az a desszert lesz a gofri? Vagy az nem is gofri volt ott? Jó kis rántotta, legjobb did reggeli. Did I make enough? Everything's okay? It's great. Akkor as usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Gofrival leszik a izét? Yeah. Rántottát. Hát ez édes, vagy van ilyen sós gofri is? Hú, de nem passzol az össze, az ilyen édes lenne. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. I like it. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Ajaj. Szomszédok. Charles next door. He lost his wife and... Szomszédok felismernek minket, hiszen ott még baj is lehet, hogy feljelentenek. Get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. Hát ha van egy ugyanolyan kisrác, aki ugyanolyan idős, mint ő, akkor neki meg fogja mutatni az erejét. És valamit fajlalni fog valószínű. Szia Zavika, köszi, a gratulációt. Köszi. Kemény nap volt tegnap. De megnyomtuk, hál' Isten, király volt, jól sikerült. Ajaj. Stop it, you crazy? Hey, what's going on back there? Nothing. Oh. I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning then? Because there's a lot of old junk in there. Szia Zsombor, minden király, köszi. Te hogy vagy? Hogy telik a szombatod? Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Ú, de nagyon ízé csúnyán nézünk rá. I'll wait for Sean, and then we'll go. Ja, hogy leolcson, hogy miért csinálsz ilyeneket. Be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Valószínű be fogunk menni, valamit észreveszünk. És akkor azért majd nem akarunk itt maradni. Did mom ever contact you? She only talked to dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. Hoppa. It's over. Anyway,
Akkor ez egy kényes téma, úgy érzem. Ez így van. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Danny, old freak. Thank you. Hát ez a szoba ott fönt, az még biztos, hogy lesz valami. Oda még a mai streambe valószínűleg eljutunk. Jó, akkor meg kell keresni azt a játékot, a földről elrakhatnánk. Sorry for getting upset, Sean. I just don't feel comfortable talking about all this. It's fine, really. Hey, Claire? What's on your mind, Sean? What's the story with your neighbor? Charles? Oh, poor man used to be a basketball coach, but had to move out here after his wife's passing. He's got a job at the rail yard now, and, well, he's still recovering. Wow. I mean, that's sad. We tried to give him a hand, keep an eye on his drinking problem. Hopika. His son Chris is a little angel, though. I think he could be a good influence. Jó kis versi probléma. Hát nehéz. Nem tudom elképzelni, hogy lehet olyan szintre jutni, hogy valaki alkeszt legyen. And I'm not always the best role model. Rengetegen nyomatják sajnos. Well, thanks, Claire. You are very welcome. It's always a pleasure to speak with my grandsons. Okay, jó. Hát akkor most nem tudom, hogy hol van a... Ez itt a műhely. Think I need a handy assistant. Can you hand me the glue in the cup? Persze. Whoa! Careful. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I wanna... Anyjaj, mit akar nekünk mondani? Valami titkosat akar. It's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time. Legalább már laptop volt ebben a korszakban. So, listen, I've noticed things with Daniel. Na. You know what I'm talking about. Nem tudom. Not really. Mit látott? What things? Well, I'm not sure how to put it. Like, some kind of invisible force. The holy gift or something. Yeah. Daniel likes to pretend he's got superpowers, but that's it. That's it? Okay. But be careful, Sean. You know, he's still so young. Sure. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. And just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is... Nézzük, hogy telik a hétvége, mi lesz a progi. I know you boys plan to run to Mexico, but... Puerto Lobos. We have a home in Puerto Lobos. Sok-sok pi. Legjobb. Two Mexican boys out on the run. That won't be a secret in Beaver Creek. Pörög majd valami game is, vagy valami jó kis sorozat? Vagy pörög majd a stream nézés, vagy stream nézés közben mehet a sorozat meg a játék. Mindent is egyszer. Három monitor, három felé figyelni, három szem. Easy. It's dangerous to be on the road. Do you think
Your father would have wanted this for his kids. Ayy, azért ez elég kemény leváltani. Of course not. But everything's different now. I know. Majdnem a sorozatot kés minden stimmel. Well, just think about it. Legjobb progi. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Én ezt a fészerbe. You guys enjoy the sun. Jó, fészerbe ki, tesót leoltani, hogy lebuktál. Nagy a kupi, valószínű ott lesznek ilyen izék. Muteros cuccok, tehát ott nem nagyon kéne keresgélni, ha nem akarunk nagyon. It's good to see you in my lair, even though you were afraid to come in here as a kid. Really? Hogy morog az orra alatt, meg beszél ezenk egyszerre. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. Mosás indítás. No problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Ez így is van. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hát. Hey, Daniel. There's work for you. No. I'm busy. Busy my ass. Ki akarja nyitni az ajtót? A hang alapján erre van valahol. I know you're in there. Hát ott nincsen. Gotcha. What the? Behind you. Hopika, hopika. Yeah. Very funny. Hát itt most azért le kéne váltani amúgy. Okay, okay. Hogy megint az erejét használgatja. You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool. Again? We always have to clean everything. Hát, maga tud, de mindig is tevelíteni kell. Cool. Thanks, Sean. Akkor majd én. Arcmosás. Fogmosás. Ruhaindítás. How did we survive for weeks out there with no hot water? Fogkrémet, ezt csak nézni lehet? I used to hate brushing my teeth, just like Daniel. Now I can't get enough toothpaste. Üres üveg, mi csinálok egy üres üveggel? Saw some teeth in there a few nights ago. I wonder if it's Claire's or Steven's. Jó kis fogsor, akkor abban egy áll. Alright, let's get it over with. Essünk túl rajta, hol van a... Ez itt... A szennyes, igen, és melyik szobában van a... Ez gondolom lent lesz, de várj, itt nem tudom én más ruhákat hozzáadni. És már csak right. Nézni tudjuk. Time to take care of that laundry. Hát én oké, hogy gondoskodok róla. De most akkor lent van valahol? Itt fönt nem láttam mosógépet. Ugye megkeressük. Igen... Fürdőszoba. Felkapcsol. Van itt minden. Mosógép mosás. Új, jegyzetet el kéne olvasni. Ja, itt le fog oltani minket, hogy valamit, ha rosszul csinálunk. Ott van valami üzenet. De ne indítsd el! Ne! Hát ott a jegyzet, ezt nem olvastad el. Hát ezt nem tudom elolvasni. Ja, hogy ez a izének, ez a férjének szól, nem nekünk. Ja, jó. Akkor a mi ruháinkat, oly mindegy, hogy mossuk ki. Azt hittem, ez nekünk szól, ez a üzenet. Na jó, ez megvan. Na, és akkor most van az, hogy...
fönti szobát is egy picit rendbe kéne rakni, de már itt lehet, hogy ki tudunk vele menni. Először le kéne oltani. Friss levegőre kéne menni. Így pólóba mész ki télen? Nem fogtok szétfagyni, kérdezem én, de hát majd szólnak a fáznak. Time to burn off some calories. What do you say? Yes! Cipőt felvesznek, kabát. Ja, ott a kabán a gyorsan pulcsi kabát is felment, vagy ez mi az ilyen izé. Na nézzük is, akkor mit csinálunk idekint. Ja, izé a fészer cool, és azt kell megnézni. De a fészerbe tuti, hogy egy... Vagy erre ez a fenti lesz a fészer? Vagy ez a fészer? Ja, az nem is a mi házunkban van, ez a szomszédé. What did Claire say? Who cares what the old bat said? Az igen, ez látos leoltás, hát. Get ready for storage wars. Mindjárt megint az erejével akarja what? Megoldani. Frozen shut. Of course. Ez meg a izé gyerek. Sean, ja, hogy ez a szomsz... Ja, hogy ennek volt ez a DLC. Az a kis... Ó. Oh. Igen, ez a kapitány. Ja, én azt hittem, hogy az a DLC az a mi kisrácunknak a... Yeah. We did. De akkor ez egy másik kisrácnak a sztoria. It looks like you're okay though. You were almost floating. I was. I could feel myself in the air. Hát nem biztos, hogy itt jót mondtunk neki. Na mindegy. That t-shirt is wicked. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man. Na itt BFF time lesz. You should check it out. So cool. I've got the chibi Power Bear. The talking one. No one can defeat justice. Chris, oh god. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Uha. Are you sure? Szomszédokkal beszélgetni nem jó. Ti kik vagytok? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Yeah. Hát itt mind a két válasz rossz. Mert a nagyszülőjünk, akkor valószínűleg levágja, hogy akkor mi kik vagyunk, és hogy mit csinálunk itt. Yeah. But not for long. We're just passing by. De ez se jó, mert hogy megyünk tovább. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Cipő sincs rajta. Mezítláb jött ki télen. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and Kösi. If Claire asks, tell her everything is fine. Is it really? Never mind. See you around. Sure. Akkor mondjuk neki minden rendben, de nincs minden rendben. Kajak zokniba kijött télen? Hát milyen szuperhős az ilyen, aki zokniba jön ki télen. See you later. Yes, we will. Daniel. Did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Ez most itt megint egyszer sztori, mert most... Mit akarunk? Azt, hogy jó ember legyen? Vagy hogy... Kiderüljön az, hogy ereje van, és akkor valószínűleg paraj, mert akkor innen el kell mennünk, de igazából úgyis el akarunk menni, tehát most itt, és akárhogy nézzük itt igazából, hát itt igaza volt, ha úgy tudja csinálni, hogy
hogy ne vegyék észre, akkor ez így jó volt, mert így most valószínűleg, hát mondjuk három ember van itt, akkor vajon ki lehetett, ha tudja, hogy nem ő. Már ő elhiszi, hogy ő volt, vagy nem tudom. Hát, mindegy, itt most igazat adok neki, de... No, you... You did the right thing. Ez most jó persze, most látszod, hogy egy ember leesik. We can't let anybody know. We have to keep a low profile. Hát azért valószínű mindenkinek, akinek van bármi ereje, nem hagynád, hogy másik embernek baja legyen, ha látod, hogy meg tudnád menteni. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's... Kis ablakban milyen ízik creepy lenne, hogy a kis ablakból ott állna a pap így. Remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. Jó, ez itt most azt mondom, hogy teljesen jól belefér. Aha, fel ne borítson az erejével, aztán az erdőbe berepít minket. De ja, igen, igazat kellett itt adni neki mindenképp, tehát azért... Na és mi van a fészert? Meg se néztük. Vagy az itt már a fészerbe bejöttünk? Nem. Ez mi emberméretű robot, vagy csak ilyen kameraszögből veszik? Kicsi, meg én nincs itt. Ezek az arcok a sebe, mert nem gyógyulnak be. Fuck. Átment a szomszédba. Ajjaj. Nagy a baj. Ja, nem, ez csak olyan kamerálás volt. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Ideje elhozni, akkor itt fel kéne öltözni. Ismételten. A mosást azt nem vettük még ki, azt lehet ki kéne venni, nem? Hogy ezt a mami elintézte vajon? Megnézzük, hogy mi van a mosással. Itt más dolog úgy sincs, amit tudnánk nézegetni. Mindjárt elnézzünk. Steven! És nincs itt senki. Anybody home? Papírt biztos hagytak, hogy merre járnak. Itt a WC. Papír nincs. Mosást meg nem tudjuk kiszedni. Hát most igazából üres a ház, a fenti szobát akár be is kukkanthatnánk oda, de itt a jegyzet vár rá. Ezt nem tudom elolvasni. Hagyunk titeket aludni, mert mi is templom vagyunk, ebédre hazaig nem sikertálkozunk. Oké, mindent kitakarítottunk, úgyhogy légy szíves, ne csináljátok rumlit. Nem lesz rumli. Bízunk benne. Hát, we let you sleep in today. Hát, úgy félig meddig olvasható a kézírás is, de... Maybe I could use Steven's laptop. De miért akarod azt használni? Megkérdeztetem. Nem is kell neked, nem is kell neked. Semmiféle hír. Oksa. Okay. Let's get this back home now. Hozzuk az a kis nyomit. Hát... Van egy olyan érzésem, hogy amikor bemegyünk hozzájuk, akkor így az erejével éppen valami játékokat fog ott szorogtatni. Vagy hát nem tudom, de... Biztos vagyok benne, hogy nem bírja ki, hogy a másik gyereknek nem menőzzön vele. Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. Single dad family. Way too close to home. Amúgy ja. Ez mondjuk jogos. Daniel, what's going on here? Sean, wait! Don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy. Őt állítati, hogy szuper ereje van. I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh. A superpower. Really? Yes. Hát. Well. That's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. Ez valószínűleg ez nem jó. So you can't tell anybody. Oh, yes. Meglátjuk, hogy ez nem lesz, mert ez fura lesz, hogy csak akkor működik, amikor ott van a kis izé... Szotyi. Nah, just kidding. Hát ez... Oh, yeah, we need a... Para lesz így, na mindegy. Amúgy igen.
kopogni luxus, csak Jolo benyitott. Meg hát az, hogy nyitva volt az ajtó, bejárati ajtó. What's your super name, Sean? Ezüstfutó nem kell, El Diaz Bololoco, Diaz professzor. How about if I'm like the mentor, like Professor D or something? Yeah. We'll figure out another cool name for you. Hey guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh yeah, sorry man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah, they share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Csak nehogy egy kisgyerek az apja előtt akarja csinálni ezeket. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Hát aggódni fognak, azt tuti. De miért is lehet? Nyomják, csak gyorsan. Okay, sure. I'll go with you guys. Really? Yeah, I just wish Chris and Daniel were excited about going. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. Na most az arcát vagy. I'm glad you're coming too. Hey, you want to see my toys? Mit akarsz csinálni? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, valami para van ott, nem, hogy rosszul legyen. These are Captain Spirit's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Hát nézzük, Dino az gonosz. Autó az gonosz. Harcos az... Hát medve az hős. Ja, talán egy kis hősök. Kalóz harcos. Hát harcos legyen hős, a kalóz legyen gonosz. Maybe. Okay. How did I do? You're not a very good observer. Okay, let me introduce them to you. This is Team Spirit, the good guys. There's the Forest Warrior, Power Bear, Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer. But he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain. So, where is he? Hiding out on his evil planet. To the story one. But Captain Spirit and Super Wolf will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah, strength in numbers. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. Hát lehet jobban bevágottunk volna nála, hogyha ezt egyből el... Hát most nem maradtam még a kérdés. Valószínűleg az erő... Erő, jaj. Did he see something yesterday? No, he didn't see anything. Remélem, nem is akarja neki megmutatni. Power didn't work yesterday. After I fell. Must have been too tired. Igen, túl fáradt voltál, biztos. Ja, ez így para, hogy mindig akkor működik az erő, amikor itt van a Daniel. Definitely not telling Dad. Nem mondja el apának, az mondjuk jó. Szuper, hát. Van elég baja? Ajaj. Rendben vagytok? Klassz faház. Ez egy gyors tématerelés, de... It's none of my business, but... Are you and your dad okay? What do you mean? I don't know. Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool.
totally. He's just... No? He has a hard time being on his own. That's all. Okay. Minden rendben lesz. Chris. Ez így van. I know life can get pretty tough. Trust me. Na mi van a Daniellel? Nagyon sokat van a WC-n. You'll be okay. Jól van. You're an awesome kid. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. Sorry, the water eater is still broken. Bizonyára nem működik. There's the signal. Ott a duda. Come on, let's Daniel. Go. Hey! Arcot nem akartál mosni. Don't go in there. Okay, squad. Let's roll. Let's go, squad. Miért a móka? Móka Miki. Ez biztos para lesz, amikor visszaérkezünk, és nagyszülők leoltanak, hogy merre voltunk, nem írtunk ki jegyzetet, stb. Viszont majd kapnak ugye karácsonyi ajándékot, akkor az jó lesz, mert akkor... nem tudom, ez ilyen most vegyes sztori. Nem jó, hogy bemegyünk. Hát ugye kisváros, meglátnak minket. Ebben még para is lehet amúgy. Igen, ebben még nem is gondoltam bele, hogy nem biztos, hogy jó ötlet kimozdulni innen. Nem biztos, hogy kellett volna menni, lehet, hogy jobb lett volna maradni. De most már ez kétső bánat. Szia! Anarchist terrorist. Na nézzük, milyen para lesz igazából. Most már 2 órája megy a stream, nagyjából már csak tegyük fel, 1 óra van hátra. Valami akkor lassan történni fog. Közben pillanat, egy szekés jövök. Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But... don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends. No, Nezuka. Hát igen, megvédeni a titkot, vagy nem hazudni tovább Chrisnek. Meg kell védeni a titkot, nem lehet tovább mondani. Ez egyértelmű. I understand. Közben kicsit kevés ez a 71 néző, nem degre lesz, kicsit sem. Hát Tumbaszi, mivel nálam nincs kiírva a nézőszám, és nem nézem, ezért én nem tudom, tehát engem nem zavar egy másodpercig se. Most, hogy elmondtad, így úgy nem zavar, mert nem érdekel engem. Én szeretem, amit csinálok. A nézőszám nem befolyásolja a, se a kedvemet, se a játékot, se titeket. Nem tudok erre más mondani, csak ennyit. Én ezt nem a nézőszám miatt csinálom, én ezért csinálom, mert szeretem, kíváncsi vagyok az adott játékra. Ha nem néznétek, akkor is ezt csinálnám, tehát... ennyi a sztori. Szia Pepe, Halli Halli. Most bemehetünk utánuk, igen. Greta, tegnap az ügyesek voltunk, köszi. Hát egy kemény volt, az tuti. Nem gondoltam, hogy a második helyet elhozzuk, de... Fullos volt. Nem mindegy, hogy bárki zavar, egyébként szerintem tudja, hogy milyen volt a kezdés. Hát abban meg igen, tehát ahhoz képest, hogy a 71 néző kevés, a 75 néző kell az átlag nézőszám a partnerséghez, tehát szerintem nem is a világ, de a magyar streamerek, meg a világ streamerét, ha megnézed, nem sok streamer van, aki 71 nézőt össze tud hozni, tehát ez amúgy még bőven tökéletes. Tehát, hogyha azt nézed meg, hogy te most például elkezded a streamet, lehet, hogy egy hónapig, vagy egy évig nem lenne 10 nézőt se. Csak most állítok valamit, nem mondom, hogy ez így lenne, csak
ez bőven jó, az a 71, tehát nincs miért szomorúnak lennem. Tudom, hogy ha PUBG streamelnék, sokat több nem néznének, de nem tudok mindig PUBG streamelni, mert PUBG az nem lesz mindig, tehát ezzel is kell. Hát nem a PUBG-s néző számaithoz kell hasonlítanom magad, meg hát pont ezért van nekem, most kikapcsolom, most nem is érdekel, mert csinálod, amit csinálsz, szereted, amit csinálsz. Mi a feladatom? Találják egy karácsonyi ajándékot. Na nézzünk ajándékot neki, hát. Keressünk itt valamit. Ápoló spray. Hát ez annyira nem jó ajándék, keressünk valami mást. Szerinted az előző 500 ezeres nézőhöz képestre gondol? Hát oké, tök mindegy, hogy melyik részre gondol, de ugyanaz lenne a válaszom erre is, Robesz. Tehát ugyanúgy, ha most tudom, hogy PUBG verseny lenne, amit esetleg kasztolnék, vagy én szerveznék egy versenyt, vagy mi egy nagy versenyén indulnánk, több mint valószínű, hogy igen, többen néznétek, de ezt tudom, hogy nem egy PUBG, tudom, hogy ezt már sokan végigjátszották, sokat végignéztetek már, én már a 101. streamer vagyok, de mivel én még ezen nem játszottam, ezért én is végig akarom játszani. Ha ti követitek, én azt megköszönöm, hogy szuper, ha meg nem, akkor igazából, hát ebben sincsen baj. Viszont mennyi pénzünk volt? 903, az meg 10-be kerül. Hát, az a 10, az jó lenne. Viszont nincs annyim. Hát... It's weird to have all this food around after a month of ravioli. Na, megkérdezzük azt, el tudjuk-e bizniszelni azt az ajándékokat. Fahód, az... Ja, túl drága, akkor nem tudom megvenni. Hóember 5 ér, vagy ülőmedve 7 ér. Hát az a baj, hogy most az a baj, hogy tesónak veszünk, akkor nem marad pénz a nagyszülőknek. Nagyszülőknek nem tudunk így ajándékot venni. Ülő medvét kapnak, de akkor hát az a baj, semmiben nem tudok kettőt venni. Hát most lenne az jó, hogy több pénzünk maradna, de nincs több pénzünk. Nincs több pénzünk, sajnos. Hát akkor nagyszülőknek nem tudunk venni semmit, mert ez is 10. Van ami olcsóbb. Lakókocsi. Mi az, hogy lakókocsi? Ja, hogy igen, ja, hogy azért. Adománydobozból biztos nem veszünk ki semmit. Jó-jó, ja igen, az szerintem minden gyereknek volt jó-jója. Hát, mindegy, megveszünk azt a... Hát, most 5 vagy 7 dollár, mert szóval majdnem szinte mindegy, de mondjuk eléggé menőbb a... Good morning, young man! It's nice to see a new face. Jaj, nem beszélgetni akartam vele, vásárolni csak. It's a super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? Oh, basszus, nem beszélgetni akartunk. We're just passing through. Jaj, nem is lesz motel. Nem jót választottam, nem is lesz itt motel. I saw you speaking with Charles, so I thought. Basztus. Oh, we're not related. My brother Daniel. Hát ez most egy faja volt. I like his son. Funny little guy. Nem így akartuk elrendezni. Igen, vásárolni akartam, és helyett véletlen izé. Ki fog derülni, hogy majd ez a nagyszülőkkel valami span. Na. We only sell handmade local products. Választ. Hát, mennyivel mennébb az ülőmedve, akkor választjuk ezt most egy fene. Ennyi. Az jó lenne, de annyi pénzünk nincs. Visszatesz, néz. Most ezt elvette, vagy most mi van? Ez hogy fizet? Most ezt nem vette meg. Választ. De nem akarom visszatenni. Eladó, fizet úgy. Hey, szuper. Can I get one of these? Mindjárt olvasom a csetet is pillanat, aztán válaszolok itt a kérdéseitekre. Cool. Oké, fizetés. 203. Hát, 2 dollárból sokra nem futja, de
Köszi, köszi. Szép napot neked is. Ebből remélem nem lesz fajú, hogy neki más mondtam, mint akartam. Igen, itt szerintem, hogy beszéltem vele, ebből még azért valószínűleg lesz valami para. Hoppá. Yeah. Something for my little brother. You bought your brother something out here. Damn. Poor kid. Sorry. I'm just a grumpy old gal. Vénasszony, miről beszél? Crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. I can tell you're not from around here. Most már igen. Hát most velük fogunk összespanolni, és velük megyünk tovább. No, no way. Talán az lesz, hogy mi meglátjuk. Here for the holidays. Hát ebben a magyar streameknek el kell érni valamit. Bármilyen, akár egy versenyzőm, vagy hasonló, hogy nézői legyenek le, meg persze sajátos stílus, stílusa, úgyhogy ja, nem kevés ez a 75-80. Egyáltalán nem kevés. Not really. We kind of hop from place to place, hunting for stopposok. Little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Hát menőnek menő, de veszélyesnek is veszélyes. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. Addig ennyire nem lesz jó. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean! What are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well, what do you think? I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Kevin. How's it going? I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. Melyik a szuperhős felszerelése? Egy random arcfestés? I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. Now you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh, is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. Not my leg. But we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? Társaság. Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. She looks really cool, I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah, you always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean. And szevasztok! Szép napot nektek! Stay out of trouble, kids! Csumi! Hát velük még valószínű találkozni fogunk. Yeah. Elvis úgy érzem. See you around. Szóval meglátjuk, hogy ebből mi igaz, vagy mi nem. I miss her too. Hey, excuse me. Kis gombácska. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine. So, you're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble.
This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't get why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. Miről beszél? Megszivatni. Ki az, aki erre rámegy? Nem itt szóval. Better not get involved, man. This guy doesn't look nice. You're right. Hát kíváncsi leszek majd a végén a százalékről, hogy ki az, akit megszivatja. Normális esetben senki nem szivathatná meg, max azért megy arra, hogy megszivast, hogy csak nézd, hogy mit csinál a játékba, de hogy ilyeneket csinálja azért, az ja. Na hol van a te fád? Mutasd, Bari. Mit van kint? Ja, már vagy, mert meg is vették? Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Hol a fa? Hop in. Nem látom a fát. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. What the fuck? De az csak egy. Ja, nekik. Ja, mert ők maguknak. Ja, neki nem egy. Ja, maguknak vettek. Az övéki lett ez a görbe, boszorkányos. Hát még nincsen éjszaka, nincsen sötét, tehát még talán nem lesz para, hogy visszaérkezünk. Ugye csak egy ajándékunk van, az is ugye Danielnek. Na, hát nem tudom. Most valószínűleg ugye majd ki fognak akadni, hogy nem szóltunk, szabályokat nem tartottuk be. Itt most lesz azért egy kis balhé, azt tuti. Na, mit akar beszélni? Looks like Daniel found a new brother. No kidding, he dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Who? Come on, don't play me. That cutie you were talking to by the market. Oh, yeah, that girl. She was cool. You're too quick! Anyway, got ya! It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. Oh. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Oh. Hát, most ilyet kérdezni. You're doing your best. Chris is awesome. And he's got a wonderful imagination. Thanks for saying that. Chris does have talent. He's a storyteller. I see that. Just like Daniel. When I look at you and Daniel, how close you two are, I realize I'm far from being up to the task. Chris deserves a real family. Ajaj, mire gondol? I shouldn't have brought this up. Okay? Forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. We all have our ups and downs, right? Egyszer fent, egyszer lent, ez így van. That's how life works. Your grandparents sure did have their share of downs too. But they're always there for us. For Chris. They seem like good people. Hát itt azért még lehetne vele beszélgetni, de inkább csak annyit mondok, hogy kedvesek aztán. Yeah, they have their problems too. Sorry for bringing that up. It's okay.
I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Szevasz, köszi a mai napot, jó volt. Peace! Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later. Így már értem a izét, DLC-nek a nevét. Brrrr. Na nézzük, vagy még ők se értek az olyan nagyszülők? Hello? Uha, itt valami para van, nem értek az olyan nagyszülők se. Rendőrségen vannak? És rendőrökkel jönnek haza? Fogadjunk, hogy az lesz. Most fognak felvenni amúgy mi a szobába. Well, at least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. Húha, ez nem lesz. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. Opa, what's going on? You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Mm-hmm. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. Tudtam, hogy ez a szoba az még egy szoba jön. Hát ez itt valószínűleg nagy döntés lesz. Hát ki fognak akadni, most mondom ezt. Daniel, you heard Claire. De úgyis az lesz a vége, hogy meg akarja nézni. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just... Ez nem lesz nagy döntés, hogy... I really want to know what's inside. Bemegyünk vagy sem. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. De most valamit ellopsz, akkor azt meg megint észreveszik, látják, lebukunk. Ó, ez megint egy para lesz. Fuck it. I'll come with you. Mindegy, de majd gyorsan megnézhetni. Na, látom, sok opció nincsen, nem nagyon lehet elkerülni. De mondjuk azért hát a saját Uternak a cuccét azért. I could just blow this stupid door up with my power. Persze, az jó megoldás. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, alright? Hol a kulcs? Nem esték még ki? Szőnyeg alatt. I'm just gonna clean up real quick. Vázába lesz, fogadjunk. Közel van hozzá. Yep. It's empty. Üdes. Hova dugnám a kulcsot, ha én lennék a mami? Hát itt, ez a szoba van itt legközelebb. Ez az ő szobájuk, basszus. X-szeres fiúk, akár jó is lehetne, közel van. Ó, zárt fiúk. A key to Karen's room is inside. Yeah, no. Bocsi? No way I'm searching Claire's underwear. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Esküvői kép, kisbaba kép. Fonott kosárba. Sharp objects. Ott sincs. Bit like Claire. Jeli szekrény ott lehet. Come on, little key. Don't be shy. Kis kulcs. Not the one. Way too small. Túl kicsi, viszont ezzel ki tudjuk nyitni a másikat. See what it opens. Hát én tudom, hogy mit nyithat. Yes. I might come back any minute. Yes. Whoa. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. The kulcs. Ew. Fogai. Milk teeth? Kemény. Not sure if it's gross or cute. Hát ez, igen. De mi van? Nem otthon. No key here. Ott sincs kulcs, csak azt most vissza kéne zárni, meg visszarakni. Okay, Steven. Where do you hide this key? We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Cinch? Yeah, not much to see in here. Szekrény. Ott a fönti részen. Clothes, old stuff. Nem vagyunk jók eddig.
Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Or he'd freak. Ezt visszazártuk most amúgy. Itt konkrétan ez a szoba, ez offos, ez nem jó, becsuk. Jó, akkor máshol kell keresni. Vagy te most nem találtad még meg? Néz. We have to get into that room before they come back. A szennyesben mit nézünk? This house is pretty much a huge washing machine. Tükör, semmi, szekrény, nem? Na, itt mit látsz, kis ember? Hát de akkor le kell, hogy menjek keresgélni. Gotta find a way to open that door. Vagy vele kell beszélni? Élj óvatosan, nyissa ki. Hát akkor jó. We have to get into that room before they come back. Fuck. Can't find that stupid key. Más nem tud csinálni, akkor nem fog aladni a game, tehát. Yes. And don't blow apart. Vagy lehet meg lehetett volna találni máshol, de nem baj. Óvatosan, kicsi. Óvatosan, nagyon óvatosan. Really? Basszus. Wow. Hát ez rip. Hát ezt már most buktátok. Annyira nem lett szépen kinyitva. It's her teenage room. They want to forget anything related to Karen. Hát tudod mondani, hogy hol volt a kulcs, kíváncsi vagyok rá? Én kíváncsi vagyok rá. Tehát most már meg tudod, mondhatod esetleg. Hát fönt szerintem nagyjából mindent megnéztem, lentre nem lehetett menni. Nem tudom megkezdeni, hogy hol lehetett volna. Tehát akkor igazából meg is találhattam volna. Hey Daniel, check this out. His name is Ulysses. De lehet, hogy úgyis lebuktunk volna, hogyha megtaláljuk. De azért kíváncsi vagyok, hogy hol volt. Nagymama kardigánja zsebébe. Itt hol volt kardigán itt kint? Volt valahol. Vagy ott a izén? A szobában valóban le volt rakva, és ott azt meg lehetett volna nézni, mert nem láttam, hogy oda mutatott volna valamit. De mit keresünk mi itt? Yeah. You finally left forever. Coward. Man. That pen pal sure loved listening to her own voice. Hát régen ez volt a Facebook, meg a Messenger, hogy leveleket küldtél a másiknak. Még nekem is vannak ilyen leveleim régről. Durva. Faragás. Well, figures Karen was already looking for an exit. Ez kemény. Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. Mit keresünk itt amúgy? I don't recognize any of these games. Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail me. Mit keresünk itt? Valamit csak kéne találni. Láda, mondjuk ebbe a ládába biztos lesz valami. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets. I hope she took good care. Never been a big fan of hiking. But here I was. Napszemüveg, napfogyatkozáshoz. Before Daniel was Györkori. That's my skateboard. And going to the park. With Lila. Miért tudom? My mom loved it so much. Ezt nem tudom visszacsukni, dobozok. Jó, ott van egy levél alatta. Hoppika. Ezt a levelet nem is lett. Valami biztos, hogy lesz, amiért bezárta szerintem, vagy valami... A
Is that for mom? Valami más. Ez valami durva levél lesz. Teljesen más fog kiderülni belőle. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, hoppa. A cop out. In this case, I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. Hát most... Can I read it again? Nem tudom, ez most mennyire bait vagy nem bait. Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh, what happened? Oh, shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church. Kifosztjátok? Miről beszél? We were just looking for answers. Were they really worth breaking my door open? Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. Aha, itt ugye kicsi most be fog robbanni. It's nothing to see in here. Ajaj. It's time you learn to respect some rules. Mi a bajod? Hát amúgy most meg is kérdezném tőle. Actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us, but you didn't even tell us. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. What she did to me, all of us. She is not welcome back. It's been 8 years. Maybe it's time to move on. Don't you dare lecture me, Sean. You don't know anything about how I feel. I can't hear that. Listen, Sean. Ajaj, ebből remélem nem lesz nagy baj. I know life has been tough on you the past month. Csak kicsi ne robbanjon be ittam, amira. Ezt az egyet kérem. Ne mondjon olyat. But that... breaking our door to sneak into the room. Úgyhogy nem hallották, hogy megjönnek. That shows you don't respect us. Then you act like I'm the bad guy. After what we've done for you. Te se nagyon tiszteled őket, ezt nem mondtad el nekik. Maybe you two staying here wasn't such a good idea. Man, I think I see why mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so ez elég bátor, ezt mondani. Let me tell you something. Stephen! Ráborult a szekrény. Oh shit! Get this goddamn thing off me! Stephen, no! Hold on, honey, we'll get it off! Nem bírják el, a kicsi meg az erejét fogja. No! Stop! My legs! Right. Nyomjad, kicsi! Menj meg a világot! Nálad az erőd. Hát nem tudják felemelni. Mert ha tudják, akkor már felemelték volna rég, tehát. Do it, Daniel! Now! Do what? What's going on? Oh Lord, what? Most ki fog fakadni, de nem baj, úgyis megyünk tovább, tehát. Csak nagy para legyen ebből, hogy rosszul csinálja. Ránézd a lábára.
Oh, my baby, Stephen, are you okay? Hát így nehéz lesz a titokban tartani. Thanks to Daniel. You were right, Claire. Még se volt jó ötlet. Ja, vagy az ez. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen. They saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. Papi az jó arca, mami az ilyen. It was a miracle. Thank you, Lord. Na és most ki jön ide? Zsaru? It's the sheriff. Steven? Claire? Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Nem tudom, hogy ezt ki lehetett volna elhagyni amúgy. What are we gonna do? Go hide papi, in the garage. Papi no. Elbújtat minket. No! No way! If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Lehetett volna azt csinálni, hogy nem megyünk el a bakarásonyi vásárba, ha itt én offoltam volna ott a szomszédba a bulit. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car is in the driveway. So sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Akkor én ezt a végig nem tudom, mit csináltam mások, de nem ez történt. Hát igen, elég sokat számít, hogy mikor mit válaszolsz. Lehet, hogy te nem mentél el velük ugye a karácsonyi vásárra, nem jött így a rendőr, így másképp ment el. Tehát igazából, ja, ami történik, amit válaszolsz ugye a játékban, az ugye meg változtatja az egész sztorit, tehát ja. Ugye a zsaruk mindenképp jönnek, ez az epizód vége, ja értem. Nem lehetett nem elmenni a vásárba, értem. Köszi, Tomi. Hát ja, és akkor most így kiosolunk. Hát, ez még az elég bátor így a háttérbe elosolni. De akkor ja. Csípked magad, öcsi. Ott egy másik zsaru. This way. Szomszéd fel a menekülés. Valószínűleg ez a két cucc, ami itt van. Még pont nem tudtam a kamerát levenni, az a DLC-be valószínű ott lett volna. Ráesett a szekrény, igen. És futás. Téged a nagyon kedvesen pár káromkodás keretében kitessék a házba, miközben szétroppantak az idegei. Ne szórakozz velem! Miért csinálnak ilyet? Ó, basszus, hogy? Hogy lehet ilyet csinálni? Az egy másodperc, hát az egész úgy felfordult. Nem hiszem el. Miért megy oda a kisrác? Mert miért nem mentettük meg? Ó, oh my god, hát az egésznek... Ah, nem hiszem el, hallod. Mindig van valami, amivel túl tudják extrázni. Igen, nem jó, hogyha a gyereke hisz, hogy van szuper ereje, az nagyon nem jó. Why? He's okay, Yanano. The car. Az volt, hogy nem mondtad el a kisrácnak, hogy nincs szuper képes, hogy elmondtad volna, akkor nem próbáltam volna használni. Igen, az a baj, hogy ott pont a chattel beszéltem, és nem figyeltem, hogy mit beszélnek, és nem tudtam, hogy mi volt a választás. És őt én azt hittem, hogy a titokba tartani, azt hittem, hogy a saját képességet akarjuk titokba tartani, nem az, hogy a gyerek képességéről volt szó. Tehát erről van szó, most egy fél percet nem figyeltem a játékra, abban a fél percben nem figyeltem, hogy mit kell választani, és a válaszadásnál rosszra mentem, mert nem tudtam, hogy mire válaszolok. Jop. You could see the car slow down before, so Chris will be fine. Trust me. You promise? Ja, szegény apuka. Promise. No.
Hát igen, most ön dönt, játszik, vagy csetet olvas. Most a csetet olvasok, akkor lemaradok a játékról. Ja, ön kell csetet olvasni, amikor éppen nincsen szöveg. Az a baj, amúgy, amikor a kérdés meg a két válasz bejön, akkor ugye nincs ott az, hogy mire akarsz pontosan válaszolni. Tehát egy apró kérdés oda föntre feliratnának, hogy elmondod a gyereknek az, hogy a képesség az kamu, és akkor tudod, hogy mire válaszolsz. Tehát tényleg, ott tényleg egy fél percet emlékszem, hogy ott nem figyeltem, és megint volt ez a kérdés, hogy most segítsünk vagy ne segítsünk, ugye utána nem gondoltam, hogy lesz még egy ilyen eldöntendő sztori. Ez unlucky volt, de nem baj. Akár őt meg is ment. Hát, most már mindegy, de így utólag most már olyan mindegy erről beszélni, de ez így most az elég szomorú lett. De hát attól függetlenül a kisrác még megmentette volna megint. Csak akkor az már megint más lett volna. Most jön a izé a következő. Hát most ugye már a Life is Strange 2 felénél fogunk tartani lassan, és akkor most kell eldönteni, hogy a Muterhoz akarunk menni, vagy Mexikóba? Az még tudja, hogy lesz egy ilyen kérdés, hogy hova akarunk menni. Szerintem lesz egy ilyen eldönthető kérdés, hogy Mexikóba megyünk, vagy Muter megkeresésére. Micsoda ajándék! Itt van szupermedve. Hey. Listen. There's a ride. Come on. Vonat. All aboard. Vonatra fognak felugrani és találkoznak a izékkel, a két kisemberrel. Pánkokkal. Hát ennek kíváncsi vagyok, hogy fognak felugrani rá. Farakomány, meg minden. Ez annyira nem lassít. Kicsi erre, hogy ugrik fel. Hát ezt még én sem vállalnám be. Pedig azért van egy jó fizikumom hozzá. Talán most elkezdesz futni. Ez nem fog lassítani. Vagy megáll. Lassít, nem? Annyira nem lassított, de elég lazán felszálltak rá. Azért ez valószínűleg a való életben nem lenne ilyen egyszerű. Hát akkor itt, Szotyi. Hát akkor ezzel mondjuk haladnak, csak nem tudom, hogy hova haladnak, de mennek tovább. És akkor ez lett itt a második résznek a vége, hogy a vonattal elindultunk. Az ismeretlenbe is tovább. És itt valószínűleg megint szép zene szólna, csak ugye le van tiltva a izé miatt. Véget ért. Folytatjuk. Ez volt a második rész. Hát jó, ez most azért megint kemény volt, megint volt elég sok fordulópont. Hát legalább a papinak nem lett baja. A kisrácnak sajnos igen, a kutyának sajnos igen. Nem is tudom, volt még. Talán igen, szegény kutyus, sajnáljuk meg a szomszéd gyereket. Megbeszéltek szerint dobtad a hógolyókat. Daniel dobta meg a hógolyóval. Gombát dobtad meg a hógolyóval, nem is tudtam, hogy őt is meg lehetett volna dobni. Közben léptél és elzavartad a pumát, hagytad, hogy Daniel megölje a pumát. Azért az kemény, hogy 50% azt nyomta, majdnem, hát 45% azt mondta, hogy öljék meg a pumát. Azért az elég durva, azt nem gondoltam volna. Együtt imádkoztál, hát az mondjuk elég ciki lett volna. Senki sem imád. Ja, ez igen, tehát itt egyértelmű volt az a sztori. Meséltél Stephennek, Daniel. Ez is 50-50. Hát, az is érdekes, hogy van, akik elmondták. Hát nem tudom, hogy ott mit vártak attól, hogy majd, na mindegy. Passz, az is valószínűleg, hogy más végkifejletet csinált volna. Segítettél plusz házi munkával, nem segítettél plusz házi munkával. Hát egy izét elraktam, kis autót, ezt nem láttam, hogy ezt is el lehet rakni. Azt mondta Daniel, hogy helyesen csegedett, mikor megmentette Chriszt. Utána Daniel megmutatta egész, emlékezted őt a szabályokra. Hát, helyesen csak a kettél, ez azért szerintem jó. Aztán teszem a laptopet az, hogy belépj a profilodba. Hát, nem akartam használni, nem tudom, hogy ott kivel vagy mit tudtam volna beszélni, de ez így, hát... Nem, ez így jobb volt szerintem, nem használt a telefont, hogy felhívd. Hát, azt még el is felejtettem, hogy ilyen opció is lett, nem tudta beszélni.
Ez kemény. Nem tudta beszélni, Lyra vagy az anyjának elmondtad az igazat. Ehhez eszembe se jutott, hogy a telót is lehetne használni, de azzal se használtam volna. Hát most azzal sokra nem megyünk szerintem. Úgyis csak azt mondanak, hogy gyere haza. Mi mondjuk, hogy nem, megyünk tovább. Hát ez amúgy se egy jó vonal. Nyertett Krisz bizalmat és értett, hogy megnyíljon az apjával kapcsolatban. Hát igen, a DLC hatalma. Hát valószínűleg kiderült volna az apjáról, hogy iszákosni a napján, aztán valószínű csinálja rossz dolgokat. Azt mondta, Danielnek hagyja be a hazudást. Igen, itt ez volt az, ami faj volt. Ugye? Ja. Nem rajzolták Krisznek, zombikat rajzolták Krisznek, egy űrhajót rajzolták Krisznek. Nem hallgatta végig Cassidy dalát. Hát végig se tudtam hallgatni, mert nem jártam arra. Amiről már odaértem, már dumált mást. Akkor talán vele is lehetett volna jobban spanolni, akkor lehet, hogy a harmadik részben már alapból jobb arcok lennének velünk, vagy nem tudom, mindegy, ez is majd kiderül. Vettél karácsony ajándékot, igen. Ó, lehetett volna lopni is, azt mondjuk kemény, nem tudom, hogy csinálták volna. Több karácsony ajándékot is vettél, hát igen, akinek sok pénze maradt. Amíg mi is tudtunk volna azt, ja nem, mi nem tudtunk volna 255 dollár volt, még csak 9-ünk volt. Nem folytam bele Charles gondjaiba. Hát, egy kis rác, hogy oktatna ki egy felnőtt férfit, ez esélytelen. Hát tudod, hogy Danny az erével segítse Stephennek, aki így nem sérült meg. Ugyanaz, hogy közösen kiúzzát a szent és megsérült a lába. Hát inkább ne sérüljen meg a lába. Rendőrök üldöztek titeket, Kriszt pedig ütötte az autó. A rendőrök üldöztek titeket, de Kriszt nem ütötte el az autó. Ez lett volna azt gondolom, hogyha elmondjuk neki. Rendőrök nem üldöztek titeket, és Kriszt segített nektek menekülni. Na ez lett volna a legjobb. Hogyha valószínűleg Krisznek elmondjuk a izét, a képességeset, akkor talán hát mérges lett volna ránk, de jobban összespanolunk vele, és akkor talán itt tudott volna nekünk segíteni, és úgy lett volna ez az ending, ez sztori. Szia Peti, hali-hali! Daniel folytatta a trágárkodást. Daniel abba hagyta. Jól tette, hogy abba hagyta. Daniel csalással nyerte meg a kockajátékot. De nem is nyerte meg? Hát én vertem el. Az elsőt megnyerte, a másodikat meg én. Ja, vagy látjuk, az elsőt nézi. Hát az első még nem tudtam, hogy kell. Daniel nem ölte meg a bumát, nem volt lehetősége eltemetni. Mi az, hogy Danielnek nem volt lehet... Ja, mert igen, mert itt ezek a százalékok ugye pont ugyanazok, mint... Ja, ez igen. Tehát úgy tudtad rendesen eltemetni, hogyha megölted a pumát. Hát amúgy az egy gyereknek nem a legjobb, hogy megölsz egy pumát. Legalábbis szerintem az annyira nem jó. Daniel beleegyezett az imádkozásba. Nem volt hajlandó imádkozni. Azért az is durva, hogyha 4% ilyen szintre jut, hogy Daniel nem volt hajlandó imádkozni. Daniel nem akarta kitakarítani a szobát. Kemény. Arrics rá lehetett volna venni, hogy takarítson. Azt nem tudom, mondjuk, hogy jöhetett volna a szóba. Nem kérte meg Danielt, hogy mondja el az igazságot Krisznek. Igen. Ezt rontottuk el, itt nem figyeltem. Összesüggött Danielt nem bátorított, hogy azt nézze erejét. Daniel nem használt az erejét, hogy megmentse Kriszt az autótól. Ja, hogy itt Daniel használja az erejét, hogy megmentse Kriszt. Ja, hogy ilyen is lett volna. Ha többet bátorítottam volna itt, akkor itt bejött volna ez, hogy megmentsem Kriszt. Aha. Hát itt ennyit számít tényleg egy-egy ilyen válaszadás, mert akkor elméletileg, ha bátorítottam volna, ahhoz, hogy ez egy szavazásom múlt, hogy most ez átbillene ide vagy nem, akkor itt bejött volna ez pluszba. Értem. Daniel, téged hibáztat Krisz balesetért. Hát igen, ez amúgy nem lett volna rossz itt. Ha ez az ending jön, de néhát a sövindős volt, hogy örüljön az ajándéknak. Hát akkor ez így rip. A tesó sztori most egy picit azért szomorú, de hát nem baj, majd innen nyomjuk tovább legközelebb.
Hát jó, hát akkor ez lett volna a mai stream, ez pont 3 óra lett, ahogy terveztem. És akkor a harmadik résszel fogjuk folytatni ennek itt az intróját, mi megnézzük aztán utána. So, this is it? Már ide, már le is szálltunk a vonatról, meg minden. And it stinks. Yeah. Mert ez nem csalán azért. Will cover the smell. Shut up! They don't! Come on. I'll show you around. Ja, a kis sajja, maga izével nyomatjuk a pánkokkal. Harmadik rész fog majd következni legközelebb. Na, hát akkor ez lett volna itt a mai stream, rövid volt, de annál inkább eseménydús. Nekem tetszett, ez is jó volt. A mai nap már nem lesz most több stream, holnap viszont jövünk vissza, este PUBG lesz. 7 órától pörög a PUBG stream, ha minden igaz, és akkor most meg megyünk dolgunkra. A YouTube csatornát még remélem el tudom intézni, hogy jó legyen egy-két dolgot pluszba kirakni. Szóval majd meglátjuk, hogy időügyileg hogy fog beleférni, mert már 6-ra megyünk máshova, más program lesz. Jó kis halloweeni buli. Legyetek jók, köszi a mai napot. És akkor holnap jövünk vissza is folytatjuk. További szép napot nektek. Sziasztok! Még gyorsan megnézem, hogy ki az, aki esetleg streamel, akiket be lehetne hoztolni. Ahogy látom, Pam kutyáik átbeszik a csernőjét, aztán játszunk. Nem is láttam őket még szombaton streamelni, tehát most akkor egy szombati stream alkalmával akkor Pam kutyáikhoz átmegyünk. Per raid Pam kutya, per host Pam kutya, akkor oda át tudtok menni nézelődni. Most jelenleg a Csernobili videókat beszélik át, és akkor utána valami játékuk is lesz. Akkor ott tudjátok tovább folytatni a stream nézést, legyetek jók, további szép napot nektek, legyetek ott kedvesek velük, köszönjetek be, egy kis bari spam is mehet, aztán holnap este folytatjuk, legyetek jók, sziasztok, pápa mindenkinek, peace!